Jó estét kívánok mindenkinek! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Megérkeztünk máma! Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Hello, hello! Jó estét! Sziasztok, sziasztok! Megérkeztünk máma! Nagyon izgalmas lesz a mai nap! Alig várom már, hogy mi fog kisülni belőle. A hajam az még mindig ilyen rossz. De csütörtökön megyek fodrászhoz! Hello, hello, hello! Sziasztok, 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 sziasztok! Cső, Laci, szia Tibor, szia Noémi, szia Félix, sziasztok! Hello, hello! Nagyon izgalmas lesz a mai nap! Cső! Sziasztok, hello! Sziasztok, sziasztok! Végre! Vártuk a mai napot! Jó lesz! Vajon kiszabadulunk-e a börtönből? Köszi, Richard, a 34 hónapot. Megvan még, Benjamin, igen. Sziasztok, jó estét. Ma lesznek izgalmak, nagyon durván izgalmas lesz. Sziasztok, menekülünk a Váci börtönből, igen. Hello, hello, hello. Tegnap lerobbantam az autópen, azt hisz nem jó, ment érted, vontató? Sziasztok, jó estét mindenkinek. Motoros videó szerintem csütörtökön. Hello, hello, megsüketülsz ma? Nem, addig lekicsinyítem majd. Arab lesz ma, persze. Sziasztok, jó estét mindenkinek, üdvözlök mindenkit, remélem jól telt a hétvége, szép tavaszias idő volt. Józsi, köszönöm a 10 hónapot. Hello, hello, köszi Deme Patrik a subgiftet, Bálint nyerte, Bálint! Hát újra tag vagy, nyertél. Hello, 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 sziasztok. Tévéről nézett, szuper! Köszönöm Máté Gameplay, örülök, hogy nagyon tetszik nektek, ez a játékosok érdeme, hogy ilyen jó RP-ket hoznak nekünk, úgyhogy, ja, jó lesz. Tomás, köszönöm a 39 hónapot, te jó ég! Hello, hello, Matulával lesz RP? Nem tudom, mostanában nem találkoztunk vele, azóta, amióta CK-ztuk, úgyhogy fogalmam sincs. Hello, hello! Sziasztok, sziasztok! Köszi Peti, kösz. Jó estét mindenkinek. Nagyon izgulok, hogy mi lesz. Hello, hello, hello. Mikor lesz prank videó? Nem tudom. Motoros videó az lesz. Szerintem csütörtökön. Kicsit megfáztam, mert voltunk éjszakai fürdőzésen tegnap. Maga még rendőr, igen. Jobb lesz, Tomi. A nagypénzlabdás Berlint? Igen, megnéztük, Krisztián. Jó volt. Köszi, Razdai Fala, 6 hónapot, legyél szerencsés, meg a család, jó volt, hogy kim volt TikTokon ez a videó, puszi, köszönöm szépen. Ja, kitettem TikTokra. Egyik néző küldte. Mit tettem ma? Ma hurka kóbászt, vagyis csak kóbászt. Igen, Ferenc, igen. Köszi, Kralovsi, Tamás, az 5 román lejt. Ilyenkor még tudom szívezni a donation-t. 391 forint. Köszönöm szépen. Jó estét! Hogy nagyjából, hogy szokott ki jön valaki, vagy szoktok... Ja, Peti! Nem tudtam értelmezni. Hát biztos megvan a többieknek. Köszi Máté. Arab hány órától lesz? Jó, jön ő is most 45-kor. Szia Brillián! Nem terveztem. Bocsánat, ha kölgök. Ferenc, hogyha osztanak subgiftet, esélyes vagy rá. Így van Matuka, cső. Örülök, hogy ennyire vártátok, mostanában nagyon felpörgött így az RP. Erre nagyon örülök neki, úgyhogy izgalmas lesz. Laggolok Gergő, csak nem, bevittek a Váci börtönbe, Geri. Suzi jól van az inekció óta, igen, szia Simon János. Azóta jól van, igen, de valószínűleg havonta kell adni neki ezt az inekciót. Köszi Vakond, cső. Cső Zsombor. Mi a kedvenc zeném, Kornél? Hát úgy kedvencem nagyon nincs. Már hallgattuk a betöltő zenét. Köszönöm még egyszer Tamásnak az 5 román lejt. Az jó, Claudia. Mennyibe kerül az inekció? 30 ezer. Hát 29.900, valahogy úgy. 30 ezer forint az inekció. Hello, hello, hello! Máron kiléptek a frakiból. Ja, Blacktől is elbúcsúztunk. Bevarnóta magát sajnos a Black. Igen, szabályt szeg... Nem, a frakción belül szegett szabályt, és akkor el kellett búcsúzni tőle.
Új Manuel zenét még nem hallottam. Az új Azariát hallottam, de a Manuelt még nem. Még nem. Sziasztok, jó estét! De majd meghallgatom. Meg szoktam hallgatni amúgy ezeket a zenéket, ha kijönnek. Nem, így nagyon nem hallgatok magyar zenéket. Ha kijönnek az új zenék, akkor meghallgatom őket, de amúgy ennyi. Ja, jó arc volt, ja. Hát volt már több varnia, aztán olyat csináltam, amikor nem volt főnökség, ami nem fért bele, és akkor... Ja. Sziasztok, sziasztok, sziasztok! Nem, Peti, nem. Szia, Ferenc, köszönöm, hogy itt vagytok. Köszi, Bálint, a 10 hónapot. Subgiftből nyertem a Bálint. Ja, jó RP-zett, igen. Szia, Benjamin. Ma nem lesz 100 szub, akkor... De ma még rögtön elérhető lesz mindenkinek a stream. Megígértem, hogy ezen a héten rögtön mindenkinek elérhető. Jó? Házal, mi újság? Minden oké, Szelim. Majd lassan befejezik a központi fűtést, és akkor után jöhetnek a szobák. Hello, hello, sziasztok! Persze, Darky, igen. Ja. Story of the szétesik a csapat. Hát változó, jönnek-mennek az emberek. Köszönöm Hegedűs István a live rajongói tagságodat, nagyon kedves vagy. Jó szórakozást a live-hoz. Hideg volt tegnap? Igen, azért mert kinti medencébe fürödtünk Kiskumansán. Aztán azért megfáztam, meg főfáztam. Úgyhogy ja. Oda szoktunk járni az éjszakai fürdőzésre Kiskumansára. Jövőleti menetrend van már, így van. Hétfő, szerda, csütörtök és vasárnap lesz RP Live. Köszi Józsi. Ma kisebb, mert mindig panaszkodom, hogy az új autó már mindig beparkol és megütik az ajtót. Na, Boton, örülök neki. Mit csinált Black? Nem tudom, parancsolgatott vagy úgy beszélt a tagokkal? Nem tudom, ami ilyesmit írtak a líderek. Lesz már de hogy is. Kiskuhalasra? Na jó van, oda járok a Haldorádóba vásárolni Balú kapitány, úgyhogy... Mennyi is egy tagság? A legolcsóbb az 600 forint. A subgift viszont 1000 forint, azt ne felejtsétek el, de szerintem kiírja, ha valaki oszt, hogy mennyi a subgift. Tegnap ettem egy jót. Ja, tegnap a borbárba kajátunk, Majsán. Ja. Jó volt. De is fotóztam Insta story, hogy a sógor mekkora rántott húst kapott. Hello! Jó estét! Csőfeka! Tudunk ma is, remélem majd olyankor találkozunk. Marci, én is bízom benne. Ketten csinálunk egy frakciót? Nem. Meglátjuk mi lesz ma, de izgalmas lesz, jó? Annyi, hogy a cellákba kezdünk, úgyhogy még az elején bebringelnek egy cellába, hogy hitelesebb legyen így a kezdés. Papa, jól van, most lesz a szülnapja szombaton. Hány éves lesz az öreg? 55-ben született. 45, 65... 69 éves lesz. Róka, megszülettél! Róka, bébi! Magunknak volt két fős megadtáról... Ja, igen, Tibike Botos itt a cseten. Ő a Black. Köszi, Black, köszi. Köszi, Stoki, a Subit! Ki nyerte? Fejes Ádám nyerte. Köszi szépen, kedvesek vagytok. 69 lesz az öreg. Köszi. Majd mondom neki. Majd lehet, hogy csinálunk van videót is a szülnapjára. Köszi Peti a 18 hónapot. Szia! Hello. Jó estét mindenkinek. Örülök, hogy itt vagytok. Köszönöm szépen. Minden oké, Stoki. Kicsit meg vagyok fáradva. Egy nagyon-nagyon picit. De amúgy minden rendben van. Meg beteg vagyok, de hát az mellékes. Mellék. Hónap kell menni reggel edzeni, úgyhogy. Csipárd! Jó, örülök Tibike. Várunk titeket sok szeretettel, örülünk, hogy maradtok azért a szerverem. Rafika, tudom, ismerem az ilyeneket. Minden ilyet ismerek, minden ilyet. Chelsea vagy City, melyik a jobb? Én nem tudom, nem nézek focit, most majd lesz az EB, azt nézem, de amúgy nem szoktam focit nézni. Köszi! Köszönöm Vanessa, üdvözöllek beleteket. 100-an vannak fönt. Látom, írom majd. Jó. Szia Bius, 45-kor megyünk fel a szerverre. Remélem jól telt a hétvégétek mindenkinek. Megyek fodrászhoz már csütörtökön, szana szétáll a hajam, most már itt volt az ideje.
Köszi Deadpool a 11 hónapot. Bízunk a legjobbakban, igen. Mi lesz ma? Nem tudom, István, engem se avatnak be, így a hiteles a ti reakciótok, az enyém is. Úgyhogy, ja. Lecserélem, igen, szab, igen. Retkes mérleg, ja. Menetrend, igen, kim van Discordon, de hétfő, szerda, csütörtök és vasárnap lesz RP stream. Igen, igen, Máté, igen, köszi, rájöttünk a Nikivel, látod, volt videó róla. Hello, hello, 40 van, így van, 45-kor megyünk fel. Helyes, Krisz. Ebbére veszel jegyet? Már elfogytok, nem? Kilépett ki a frakiból? Hát, azt hiszem két újonc, meg Blacket ki kell tenni. Hú, Nándi, hallod, nem értek hozzá, sajnos. De Discordon segítenek minden ilyenbe, amúgy. Ferencesem volt, de lett csinálva Ferencesem volt. Lett, csak én alap. Hello, hello, szia Mapecó. Nem tudom, Máté, nem tudom. De most már mi is meg tudjuk csinálni, de mondom, sokat segítettél, úgyhogy köszönöm. Köszönöm. Miért lett kitéve Black? Azért, mert ő szabályszeget frakción belül. Ugye egyszer félreinformáltalak benneteket ugye videóba, hogy akinek fut a GT5, nem egyenlő azzal, hogy az ugye minden szervernek mások az igényei. Milyen videót, István? Hello! Hola! Elkaplak ma! Igen, Doma, láttam. Már láttam, hogy mit írt le ki. Szia Ádám, sziasztok! De mondom, az én Discordom és meg a szerver Discordján is a segítségkérőben biztos, hogy segítenek, jó? Sziasztok! Szia Ricsi! 45-kor kezdünk. Szia Gábor! Hello, hello! Köszi a támogatást, tagságot, subgifteket! Köszi! Zöldül a chat! Üdvözöljük a moderátorokat is. Hát izgalmas lesz a mai napunk, jó? Ja, képet még nem rakok le ki addig, így van. Szia Gábor, cső. Szép estét, nemrég költöm el 250 ezer forintot. Zeus remem jó dolgokra kötött állat. Nem Lacek, valami, nem úgy beszélt a tagokkal, nem tudom, nem voltam ott. Rendben Szabolcs, persze, meneküljé. Köszi Gábor a szubit, te jó ég, Dominik Szőke nyerte. Köszönöm szépen. A nem tagok is tudnak már szubit osztani. Vannak állandó subgifterek, köszönöm szépen. Nagyon kedvesek vagytok. Oké, Lucky, megyek nem sokára föl 45-kor, és akkor írom neked. Izgulok, igen, egy kicsit. Igen. Ádi lesz ma? Igen, már láttam, kiemgéztem az előbb gyereket, úgyhogy ja. Sziasztok, szia Tomás. Akkor elkaptak azt, igen, az egyik nézőt. Köszi Laci, az 53 hónapot. Te jó ég! Laci, normális vagy? Ez nagyon durva. Nagyon durva. Szia Gyuri, köszönöm szépen. Jó lenne megint találkozni, Gyuri. Megint eljönnétek erre. Ja, hónap meg kell edzeni, most hétvégén az ettem. Ja. Pillanat. Jó, milyen csodában van, azt kacagjuk rajta, hogy milyen viccesen nevetsz. Valaki szerint ijesztő, meg idegesítő. Hogy vihogok, sokan lesz. Sokan amúgy, képzeljétek el, hogy akikkel beszéltem, sokan mondták, hogy először nem kedveltek, meg hogy milyen idétlenül röhögök, meg minden. Aztán utána megkedveltek. Valakinél fordítva van. Na! Nézzük akkor, jó? Megyünk fel a szerverre, köszönjük, hogy ennyien itt vagytok, örülök neki. És akkor először nem adok képet, mert beraknak egy cellába, jó? Okra! Megyünk föl, de addig még nem adok képet. De már fölmegyünk. Köszi Marta, 11 hónapot! Köszi! De úgy, hogy annyi, hogy mert Manót... Jó, rendben Gyuri, rendben, beszéljünk majd. Na, Tibike Botos leírta, miért rakták ki, ő a Black. Most nem lesz szedd alá, mert nagyon hangos, futko megsüketültetek. Jó, most csak az, hogy...
Ugyanolyan csomót küldtek nekem. Mármint milyen, miről beszélsz Áron, nem tudom. Amit ma én kaptam csomagot, ha te rendelsz, neked nem olyat fognak, neked más miatt. Na, megyünk föl. Jó, mindjárt csak el kell intézni itt az előkészületeket. Hello, sziasztok, sziasztok. Robi, már megvan a terv. Mindjárt adom a képet. De lehet a fülesbe is halljátok a zenét. Leállítom. Jó, kikapcsoltam a zenét. Mindjárt adom. Baba RP. Persze, Marci, persze. Hogy neked nem raktam. Nem, én mondtam a cégnek Áron direkt, hogy én csak akkor vagyok hajlandó elfogadni, meg reklámozni, hogyha tényleg nekem is olyan dolgokat tesztek be, mint egy random embernek. Szia Balázs! Úgyhogy azért mondom, hogy inkább itt az élmény, ami... A 21 hónapot, Balázs, köszönöm. Új karakterrel visszamehet? Hát de ők külön frakit akarnak majd a Blackék, azt mondták. Szép jó estét! Szia Szabó Attila Zoltán! Sziasztok! Pillanat, jó, írom Arabnak az ID-mat, és akkor kezdjük a játékot. Hanyas? Írom is. És mindjárt adom a képet, jó? Szeptemberben lesz live. Itt vagyok! Ja! Pillanat, chat, mindjárt adom. Nem tudom, mi fog történni, ennyit mondtak, hogy csak beraknak egy cellába, és akkor így kezdődjön. Hát Patrik, igencsak tudod, ez ilyen zsákba macska, annak nevezik, tudod, ami a ma videó volt. Na szóval, játék közben... Jó! Akkor jó szórakozását! Nézzük meg, hogy mi lesz ma. Jó? Hányivel pézek? Ó, szerintem pont most van 4 éve, nem? Szerintem pont most! 4 éve kezdtünk az első VLS stream. Szerintem pont most. Akkor ezt meg kell ünnepelni, chat. 4 éve RP-zek. De jó! Hurrá! Hurrá! Éjjel! Sziasztok! Istenetem. Hello! Chat, börtön RP van. Jó napot, rendben. Jöjjenek. Kinyitom az ajtót szépen, itt kioldom. Jöjjenek. Halló. Szevasz, arab, szevasz. Jó vagy? Minden oké? Jó vagyok, aha. Hallod, kik ezek, akik gyúrtáltok? Behoztak ennyi új embert? Hát most, ja, szaporodtunk egy kicsit, mert múltkor ketten voltunk most azért. Jó, az a késed megvan még. Ha, meg csak óvatosan. Várj, még engedik ki őket, amúgy vannak fent is, lent is ember. Azt, elég sok embert bezel. Remélem nincsen valami ellenségünk itt, mert akkor hallod... Hát, nem hiszem. Már itten szájalnak innen oldalról. Nézegettem amúgy, de nem láttam egyébként. És senkit, aki ilyen ismerős arra szemne. Jó, ezek a díjék! Fogjátok be! Meg a tüdőjék! Ezek a többiek! Ez biztos, hogy a fekva. Szerbusz! Ezek a többiek, nem? Ugassatok, meg lesztek baszkodva. Nem tudunk ki... Gyere ide! Ki ez a kettő ujjocka, ha... Halló! Halló! Sziasztok! Tudjátok azért, hogy hol a helyet. Te! Bali, aki balhézik, az... Megverem őt is. Figyeljetek ide, mutatkozzatok be! Mutatkozzatok be! Nem, az a... Nem ismert tüdő. Kik ezek az új fiúk? Kik ezek az új fiúk? Valami sorakozót mondott a izé, nem? Mit érdekel, mit mond? Mutatkozzál be! Mutatkozzál be! Mutatkozzatok már be, he! A nagyfőnök kérdezi! Mutatkozzatok be, kopasszó! Valhoz újabb. Na, mi van? Most pofázzat. Oda szembe. Maradj meg. Február 7-én? Nem, Valentina után kezdtem, Jimmy. Biztos vagy benne. Maradj meg csendbe. Ki lesz itt, bazd meg? Auschwitz. Van még olyan. Kell még olyan? Tudod, mi lesz. Mindenki tegye fel a kezét, megkérem. Na csendet kérek. Én nem fogok. Én cigizek inkább. Csendet. Maradj meg. Na, ne lögdössé már. Ne lögdössé, halló. Mindenki fel a kezét.
Jó. Nem fogom. Tényleg? Lesz te Valentin napukat. Nem tudnak egy sorban állni? Nem. De tudunk. Tudunk elnézni. Erre kíváncsi vagyok. Ebben. Ez a papírta feltezi a kezét, vagy nem? Az miért kell feltenni a kezünket? fel. Ezek a többiek, ugye? Tedd fel! Ebben a kis szépen én elkezdem átnézni az urakat. Szia! A börtön területén. Átnézte, bakker! És ide álljon ki előttem az. Kés van nálam! Becsempészt a börtön ezt a dolgot. Jó, nagyon jó. Na. Pészet, mit? Én nem értettem. Valamit becsempészet, valaki miért dolgot csempészet be, halljátok? Jordan volt! Ki az a Jordan? Testvéremet hadd békén. Testvéremet csak. A Jordan volt! Nem a Jordan. Kussol szúj, fiú. Kussol szúj, ez a BMW! El kell kapni őt. Bibi, ide a pofádat elém. Jordan. Mi az, hogy drogat csempészbe a börtönbe? Ott volt az ágyon, ott igaz, az ágyon alatt találtam. Azt mondta, hogy az ágyon áll. Rendben. Adjam át valakinek. Itt magányzárka, nem beszélhet senkivel, és csak enni minden. Éj, halljátok! Magánzárka, hát! Szerint magánzárkába rakják! Menjen vissza a helyére. Tenyér meg, só! Nem kutatnak át mindenkit, szerintem. Honnan meg kis cigarettel öngyújtó. Hú, bakker, ez baj lesz. Ki ez a magánzárkában? Tessék, megfordulni kérem. Minek? Minket az udvarra? Már azt mondtam. Engedjenek már ki minket az udvarra. Ja, levegő, rosszul vagyok, levegőzni kellene. Engedjenek be, tessék megfordulni, nem fogok. Aki igen, most nem az eredeti karaktereket elpézik, igen. Ezt olyan ne felejt, de gondoltam, hogy ez egyértelmű. Meg. Nem fogok. Ja, nem értezen. De büdös. Szokott fürödni? Cigarette meg egyszer belém szólsz, le fogom sokkolni. Még egyszer hozzám szólt. Nem tudnak lefürdeni. Tessék felállni. Miért vannak itt? Hát a börtön, de hitelesebb így. Mondom, csendben legyen. Fussoljon mindenki. Két újoncot már kihallgattátok? Libasorba, és elindult a vidóra. Miért kéne kihallgattál? Megbőjében volt a kihallgatásnak. Mondom, csendben maradjanak. Csúcsúmi okosabb lesz, hogyha kihallgatnak meg kinkot. Fordulj. Mondom, csak igen, szállt, ne égszek már megint. Nem csempésztek. Maguk beszélnek, nem veszik észre. Libasorba, indulunk az udvarra. Libasorba, indulunk az udvarra. Semmi nem lesz. Egy bármi dolog, megbüntetjük magukat. Hogy beszél az udvar? Kaja meg pia uram! Rendben. Na jó van, mert úgy van találkozunk. Kaja pia cigi gyújtó meg mondás. Sziasztok! Akkor menjünk ki az udvarra? Mi mehetünk? Mindjárt kaja meg pia. Lenne akkor jobbra át mindenki. Álljon vissza. Azt mondta, hogy megyünk az udvarra. De önt már megnézték? Nem, megnéztek. Az urak. Most mehetünk? Engem meg ne nézze. Jó, nem néztek meg. Kicsoda? Ezt a napszöveges fogja jönni, jó. Nem áll meg senki. Nem hallottam. Olyan friss levegő, mert a jaj, hála Istennek. Fú, sokkal jobban vagyok. Nem, lehet kosarazni meg minden. Csipet kéz, ha újjönsz. Most köszcsűre, szerintem. Jó, hallod, ezek már össze vannak szokva, ezek haverok szerintem. Már ott verekedés is van már. Ez mások kódul. Egyik irányok jel a másoknak olyan látom. Hú, mennyi őr van, azt a mindenit. Rengeteg van. Két úri ember, maradjon a többiekkel, ne váljunk egy irányokat. Muszáj, ezek egy idegbeteg állatok. Csak ide jövünk a falhoz, csak oldalra. Jaja. Ezek most belénk fognak kötni. Hát ezek jön, ezek belénk fognak kötni. Hát ezek belénk fognak kötni. Ezt fosfoddanak, ezt szét fognak minket basszni, amúgy kés nálad van még? Itt van nálam, használjuk. De nem, nem tudom, hogy ezért csárt az őrök. Kikkezek te! Mutatkozzam már be. Én Diaz kik vagyok. Kik vagytok? Ti miért kell bemutatkozni? Azért, mert mi vagyunk a urak. Szépen beszél, jó? Hol vagytok? Hát ott vannak az urak mögöttünk. Maga a vezér? Jó, arab vagyok. Lehettek az is. Téged hogy hívnak? Diaz vagyok. Ilyen Diaz. Rafael Diaz. Ezt már szerzem a csicska vagy. Cigitek van, gyújtottok valami kávé. Jó lenne, megkínálnátok egy száll cigivel, mert a pangunk. No, ja. Meg én kínálok meg cigivel.
valamit fel is kell mutatni. Át lett mappolva, igen. Át lett mappolva. Miért fizess csak, ha nálam egy izé, egy ez, ez a szabály, hogy adni kell? Adni kell nektek cuccot? Persze. Különben itt nem tudtok megmozdulni. Jó, bármi jöhet. Mert mit kértek? Nem, pénzt. Mit van? Mitek van? Pénz, kávé, trigi, kajapia. Nincs semmi, kajapia van. Na, no, valamit üritja. Még a Roland Engine is van már, egy darab Roland Engine van nálam összes. Száz cigi, legyen kettő, mert kell az izé barátomnak is. Jaj, jaj. De hát majd meggyújtjátok itt a betonnal akkor. Ú, tényleg, bakker, hogy gyújtó is csak kellene. Csak gyújtjátok, nem? Csak lesz a kék. Jön a rendőrnő, jön a rendőrnő. Mert ez azt a segget nézd meg, öcsi. Cigány, anyuká. Miről tudod a cégeket? Minden rendben, hölgyem, minden rendben. Barátság. Persze. Barátság. Azt a segget. Vagy támán az se lehet? Mit mondott? Hát ezt a formás segget mondom itt a barátoknak. Azt kapni fog, figyeljétek. Szerintem itt gumibotozás lesz. Szerintem is. A főnöket megbölik. Ő a főnök? Őt hogy hívják? Boss. Boss? Károly boss. Big boss. Boss. Big boss? Papasita. A Robán final boss, nem? Jó, papasita. Iiii. Hoppasz, kaptok is egyet. De hogy összehozták már ezt a Burton RPT-t? Na, az is kapni fogja, mert megy utána. Ajjaj. Nagyon csapja! Igen, cigire van szükségünk, igen. Mitek? Mennyibe mennek itt? Vagy hogy van? Mik a szabályok itt a börtönbe? Ez attól függ, mitek van. Ja, jó, jó. Előttük nincs biznisz. Csak igazak a másik brigád. Ja, klikkesedés van. Akkor lehet elmenni. Na, mi a csicskák? Gyújtóért, cigér, mit csinálsz? Ki mondta azt, hogy csicskák? Jöjjön ide elém. Legyél. De vörös hal mondta. Nem önökre mondtam, uram. Nem önökre mondtam. Nem. Na, nem. Figyelj, adok valamit, de csak elmegy az alu. De nem önökre. Nem. Önöket tisztelem. Mit adsz neki? Hallod, de mi van a szép csicske? Hallod, te meg mit van, Zerosz, te? Jó, hát mert most szélgépeljem a fejedet? Kinek adtam? Miért akarnak szélgépeljem? Egy kis kábítószer, jó, sikerült behagyni. Hát én köpünk, mert nem mondtam. Te voltál. Kábító, itt megy a biznisz. Köszönöm. Köszönöm. Te is kérsz? Kaptam cigit. Persze. Aha. Itt van a jó, azt a cuccot meg nyom be akkor. Jó van, jó van. Kell még cigi, akkor szóljál. Jó. Van mindig. Na, mit akartok, bolcok? Jaj, mit akartok? Menjetek meg! Menjünk arrébb, szívjuk el cigit. Van nálam gyújtó, ha kell. Jó. Ezek eddig veszélyesek. Szerintem ez két banda, két különböző banda. De üljünk meg, szívjuk el. Ha, szívjuk el, ja. Figyelj csak! Igen? Áh! Normális vagy? Most ezt miért? Gyere csak velünk, te újjósz, te újjósz. Jó, megyek. Kinek popázom, Bob Marley? Most akarom a banános jobb. De nekem nem a bolyka. Hájj elég. Melyik a bolyka? Maga a Jordan, ugye? Jordan? Én meg konzerv. Konzerv! Figyelj már. Mondja Jordan. Hogy jutottál ide el? Hogy jutottál ide? Azt hallottam, hogy te város vagy, te ilyen izé vagy, egy gazdag ember. Igen, az a helyzet, hogy Palira vettek, aztán ránk rontottak a zsaruk. Hát a barátaim feldobtak. Annak érdekében, hogy ők tisztára mossák magukat. Úgyhogy most nem lennék itt, csak összejátszottak valaki. Valaki befolyásolta őket, ebbe 100%-ig biztos vagyok. Hát kik azok az emberek, akik ide juttattak el? Nem, az a baj, hogy a saját barátaim. Ha te menjél, nem meg külön, hogy elhúz, maradjál a macsodat, adjad a pacsigit. Menjél, a macsodbe. Te itt ne kéregessék. Maradjál a macsodbe. Konzerv, azt mondja! Már is jönnek a rendőrök. Vagy gombóc. Figyelj csak, azt mondjuk, hogy a barátai jutották ide, hát. Bárki. Eszki. Ez az egyik újra. Jaj, Diaz vagyok. Diaz, ezt hallottam egy olyat, hogy gazdag. Kínáljátok meg a boss egy cigivel, azonnal. Kit? Kit, kínáljál meg egy cigivel. Nálam van a cigi, hát. Nálam. Neked? Adj vissza, köpki. Adj egy cigit. Köpki. Kéne cigi? Jöjjön. Kínálj meg egy cigivel most. Tessék. Kínálj meg egy cigivel.
Gyere. Azaz, itt az úgy csukott hely. Nem tudom, mi lesz ebből. Várjál, de van. Zádi, ő a konzerv. Kedvenc számod az mi? Zarabot. Itt melkosom, hanem látod? Ezt már szeretem, hogy csak vagy tök hülyes. Itt is Benci, kiket kapol? Hogy kapott kiket? Hát. Adott a csáv, hát adtam neki cserébe valamit. Hallottam? Jordan, ugorj. Azt mondta, hogy te... Ugorj. De nagyon nagy gazdag ember, igaz? Hát van pénzem, de most itt bent nincs sajnos, csak kint. Ha segítetek kijutni, akkor fizetek. Védeni fogunk pénzét. Jó, jó. Vannak ott itt védelmet? Mennyibe kerül egy védelem itt a börtönbe? Igen, 200 ezer. 200 ezer? Fejenként, Jordan, normális vagy? Nem lehet... Jordan, azért nem fejenként, de 200 ezer. Vegyük meg a védelmet! De kitől kéne félnem? Hát ki bántana itt bent? Nem ismered ezeket. Képesek késelni is. Kérem, a 30 éve itt ülök benne. Nem ér meg. 30 éve itt vagy. 30 éve itt vagy, akkor tisztában vagy a dolgokkal. Bőven. Jó, figyeljetek, már droga nem lehet fizetni? Van nálam egy kis droga, amit be tudtam csempészni. Na, mutass csak. Na, de akkor állapodjunk meg, hogy akkor drogét cserébe a védelem. Menj. Egy napig a védelem, akkor a kábítószerét cserébe. És mennyi kábítószer van most hallgatok? Most 2 gram. Jó, figyelj, 2 gram 2 napra akkor, jó? Jó, akkor átadom. Porból? Porból van 2 gram. Tessék, Jordan, odaadtam. Jordan, rakd el, de ne azt adjad el a teát. Ez egy ostyának, szerintem ez laszti. Laszti. Ja, az ostya. Hallok, kiszadom a mosdókat, de ott ez berakszom. Ja, vízi, nem, mert ők most külön karaktereket játszanak. Csak ugye így kellett a börtönerpéhez az ember, de ők most nem az én embereim. De ki az a Jordan? Te vagy a Jordan atyúra? Te kattyos vagy. Na, azért Jordannek odaadtam a kábítószert. Jó, oké, akkor, hogy néz ki ez a védelem akkor? Bármi van, szósz, jövő. Köszi, Démon, a 2 eurót, szia! Köszönöm az első támogatást. Lehet késhez jutni? Ja, ott nagyon magas körök kellene. Nekem is nagyon magas körüljeim vannak itt az emberekkel, itt az őrökkel. És hogy lehet innen kijutni? Van kiszökési lehetőség? Hát, te bárkiam tudja, ő itt az okos. Ő a genius. Innen nagyon nehéz megszökni, hát nem hiába vagyunk itt. Az a baj. 30 éve. Hát mit követtetek el, hogy ilyen régóta itt vagytok? Jó, itt a barátok. Tiszteletem, rendőr úr. Tisztelet. Minden rendben van? Minden rendben van. A késő kísérlet meg ilyenek nincsenek. Nincs. De akkor be se avatnánk. Nem ilyes. Ugye itt meg lehet kenegetni engem. Tényleg? Tényleg? És mi pénz ez a megkenés? Hát azért, attól függ mi sorom. Ki fogja... Szóval... Itt a verések, meg ilyen a verekedések az ilyen napi szinten. Köszi, Gergő! Áld egy kis lovettával, azt megengedélyezem, hogy itt üssék egymást. Meg késelések, meg ilyenek. Ha lefizetjük az őrt! Igazából ezek vannak. És akkor az mennyibe, vagy ki van ebben még benne? A hölgy benne van, vagy nincs? A hölgy nincs, csak én vagyok én, a hölgy nincs, senki. Jó, és az mennyibe kerül, hogy kinyitja nekünk a bejáratot és kisétálunk? Hát, tudom, hogy az nagyon sok. Mi van, buzi gyerek? Mi van? Nagyon jó, gyógyák! Bele kell kalkulálni azt, hogy ha lebukok, akkor lecsuknak. Hát igen. Ja, szóval akkor, hogyha fizetek magának, akkor szemet huny az ilyen berekedések fölött, nem jön hát, intézkedni. Igen. És szólok a kollégáknak, hogy az előbb már meg is történt. Csát, ezt, erre fizessünk? Már ütötték egymást, hogy védjük meg magunkat? Az őrt fizessük le? Nagyon jó! De egyre többször lehet lájkolni a szupercsit üzeneteket. Igen! Késelésért ott már egy ezre. Ja! Ha valaki donétel, tudják a nézők lájkolni? Jó, ez szimpati, és ez mennyibe kerül, hogy szemet húnjon a balhé? Nem mondom, a verekedés 600. 600 ezer? Dehogy is. Jó! 600 dollár. Köszi! Most fizettem ki neki. Igen. Jó, van már, jöjjön arrébb, akkor fizettek egy kicsit. Már megint?
És ez gondolom akkor egy alkalomra vonatkozik. Igen, igen, igen. Akkor 600 meg a másik mennyi? Késelés az ugye ezres. Akkor 1600-ot adom is. Cset, alkalmat veszünk, érted? Szeretne lekésen? Mert akkor egy... Aha. Hát kit szeretne lekésen? Azt a nagy benga állatot. Tüdőt szúrtunk ki! Már akkor szólok itt a... Tüdőt kiszúrtunk! Jó. Tüdőt! Szegény tüdőt kiszúrtunk! Tehát tüdőnek meg kell halnia. De ne, ő segített meg, ne a tüdő legyen, nem? Ki legyen? Nem tudom, hogy terveztek, hogy ma kiszökünk-e. Na, mi van, dia? Minden oké, kifizettem itt a dolgokat. No. Hallod, az zörtő szerinted lehet venni telefont? Ja, BMW-t kéne ti. Ha esetleg nem van valaki itt, nem tárol egyet az ágya alatt esetleg itt. Ja, azt hittem, hogy az őrnél lehet vásárolni telefont is. Az nagyon nehéz becsempészni. Ó, bakker. Te hallod, ez legenda, vagy tényleg valaki a segjukával becsempészi? Nem legenda. Max a gatyájába beteszünk. Na, Jordan, gyere, kapjuk az a robot. Mi bántsátok az a robot? Mi történt? Ha mert egy tücsú. Itt ez érdekes lesz. Van az a rab. Jó, de ő most nem BMW-t játszok. Ja, de 200-at kért, az most független attól. Most várjatok, most miért van kettő ugyanolyan ember? Most melyik a tüdő? Utána meg megyünk ajánlni. Jó. Jó napot, segíthetek? Jó, ez NPC. Ki ez? Ott a tüdő. Uram. Tessék. Segítsen magának is. Jó lenne, de maga... Adokon, amit. Jó, adjon. De ki kéne állni az arabé, védjük meg, nem? Lockpick. Tessék, azt senkinek nem mondja. Jó, köszönöm szépen. Dugja bele a cipőjébe. Adott egy lockpicket. Hogy összehozták már ez? Óriási, nagyon ritka. Hát ilyen börtönerpi, ott meg verekednek. Segítek az arabnak, bakker. Hol kell bemenni? Menekül. Hallod? Azt mondták, hogy meg akarnak téged verni. Ja, nem téged, az arabot. Ja, bocs, összekevertelek. Hol az arab? Ja, ott van. Ott fekszik, de gyere már vele. Jó. Szerintem ők fognak segíteni nekünk. Mit kérsz? Mit van? Mi akarsz bántani? Jó, tudok adni valamit, csak akkor menjünk arrébb, négy szem közt beszélni. Jó vagy a rabfia. Jó. Ő is pénzt ki, ő is pénzt akar. Mindenki le akar húzni. Uraim, oda-vissza a falhoz, megveszélyek ezt az elég. Rendben. Bakker. Csak a rendőrökkel tudják megoldani. Uram, tudom majd beszélni? Vissza oda a falhoz. Melyik nyomorult volt, aki... Elsőnek. Ja, de van védelme. Nem, ja, és verébb gecsik futottak ránk. Ja nem, azt nem vettük meg. A védelmet nem vettük meg. Ezért akkor színűek te. Védes, de kis gecsik vagytok egyszer egyik. De a lockpick az mi? Ki tudok szabadulni? És kiütött még. Az is dugja ki a pofáját. Az összes takony színű belénk kötöttek. Így van. Hallgassál már, te megveszel izébe. Most is fenyeged. Tebben beszéljünk egymással. Négyen voltunk, ránk jöttek tizen. Megvettem? Ja, a drogé, tényleg. A drogé megvettem, tényleg. Na szóval, eljutott az idő, hogy sajnos ütött az óra, szóval maguk bevonszolják a seggüket az étterembe, vagy az ebédlőbe, és kapnak jó kis pudingot.
Megyünk kajálni, fúj. Ez az pudding, pudding. Puddingot kapnak krumplipürével, úgyhogy... Új mappolás, finom, jönnek a rendőrök. Az itteni krumplipüré nagyon szar. Remélem, ilyen jó szárna. Minden nap az a kaja. Szépen libasorba utána elindulnak, gyerünk. Hogy én azt tudom. Á, vagy ezt tudjuk, hogy mi hogy megyünk. Libasorba, gyerekek. Varázslatos iskolabusz. Szépen lassan. Egymás köt. Az a vadába. Tét lehet, hogy ki kéne nyírni, hogyha ő... De tényleg, akkor védjenek meg! Menjen már! Hát itt most már késődés megtörtént. Nem kap pudingot. Mi bajod van? Nem az Ádi adta a loppiket, valaki más. Csöndbe legyünk. Most megyünk kajálni állítólag, de ugye az őrök előtt nem lehet késelni. Mindjárt beszélni magával. Mindjárt beszélünk. Már adjátok, nem tudom, meddig tart. De hát ez olyan durva, ez tök király. Nem tudom, hogy ma kiszabadulunk-e, vagy nem. Hallod, ez mi volt az előtt? Hallod, nem tudom, mi van itt. Uram! Jöjjön vissza! Jöjjön ki! Menjen ki! Jó, meg lett csinálva! Zábid, az jöjjön vele! Hol van a tárcom? Elveszem itt a tárcásra. Igen, más karaktert elpénznek, igen. Na, adjad a kajánat, tegyem arra. Tessék. Az őrt késelem le? Nem, az a baj, hogy mindig itt vannak. Adjál kettő pudingot! Adja a kaját! Adjam a pudingot! Két puding? Van az a pénz. Mi? Fizetni kell, nincs benne! Az alapá, alapba. Megkinek a kecsigébe. Mennyibe kerül a puding? Hát... A börtönt lezárták. A tárcára tegy rá! Tárcára tedd rá, még nem, hogy már kajára is fizessek. Nem, itt van. Kosztot kapunk csak, kosztot. Vigye, üljön le, kosoljon. Következő. Jó van. Adja ma nekem el. Rendben. Hogy leült ide? Ki lehet menni? Aha, be van zárva. Na, meg tudjuk beszélni akkor? Arra nem szabad menni. Jó. Rendben, uram, rendben. Gyere, leüljünk le ez az asztalhoz. Hát mondjuk én inkább elvennék képtelen. Nem ilyesk az urak esetleg? De most teszünk képtelen. Elva szeretünk enni, igen. Már megkaptuk. Rendben. Hányi? Na, mennyitek innen. Hát ezt nem hiszem el. Hallod? Van nekem itt ám védelmem, úgyhogy nem adok én neked semmit. Milyen védelmed lenne nekem? Fizettem azért, hogy megvédjenek. Hova viszik? Csöndben maradsz. Szevasztok, buzi. Amint látom, a barátod elmenekült. A berekedésed van. Már viszik is el az elkövetjük. Kire fizettél? Fizettem, nem tudom, itt... Nekik fizettem, hogy védjenek meg. Azoknak? Persze. Bújka, te mennyi innen, mert kitépem a hajadat. Miről beszélsz te? Na hújó, kotrodjál innen. Azóta benne van a sperma hajadban, mióta belevertem. Nem, csak nem nyírják ki a rabot. Bújkájéknak fizet. Ez most komoly. Persze. Pont a csicska brigádnak. Hát nézd már rá itt a bosszra és te, hát ez levítőképesebb ember. Hát figyelj, most én bízok bennük, meg elhiszem nekik, úgyhogy... Még csapatba bízol meg az a helyre. Mit történik? Miért, te tudtál volna jobb védelmet adni? Hát azért, nincs náluk semmi. Azért van egy-két ilyen kihelyezett bicikli küldve, érted? Aha. Az mondjuk nem van még egy zsarfejtelük, e? Persze, csak a zsarul ne lássa meg. Mi vagy ő? Lockpicket hoztok be. Figyeljék már, hogy te gondolj inkább itt a rendőrök figyelmét, ne hadd üzleteljek, jó? Na, foglald le őket. Jaj! Nyugi van. A rendőr uram, beszélhetünk mindegyik őkkel, jöjjenek már. Miről? Van itt a bicikli küldő. Nem tudom, Józsi. Amióta cékáztuk, azóta nem. De ügyem, figyeljen már oda, menjen már innen. Jaj! Ebből baj lesz. Ne küzdködjél már a rendőrökkel. Nem, nem tudom, hogy kit akarok. Menjünk ki. Nem tudunk kimenni. De hova vitték az arabot? Menj ma innen, Jordan. Menjetek ma arrébb. Nem tudsz megszólalni.
Na, tudunk beszélni akkor? Te, kinek beszélsz te? Figyelj már, vegyél vissza. Nem tudok elbújni. Na, mondjad, akkor mit ajánlasz? Te mit ajánlasz a videó? Tiszteltem. Lámpaoltás következik. Má, megyünk meg is! Megkérném önöket, hogy menjenek a többiekkel. Lámpaoltás. Figyeljél már. Igen. Ez a diaz velem alszik már, na jó? Nem így működik. Egy cellába leszünk. Nem így működik, mondom. Na most így fog. Nem fog így működni. Mennyit kérsz, hogy egyszer lábolod? Semennyit nem fogok, és hogyha még egyszer meg akarsz... Ha még egyszer meg akarsz veszlegetni, kapod az ütést. Kérdeztem valamit, cigarettát elfogadsz? Mondom, nem. Menjem. Én vagyok az imposztor, chat. Mindenki visszatolva. Vissza kell menni. De hova vitték az arabot? Arabot elvitték valahova. Kösz, hogy ennyien itt vagytok, nyomjátok egy lájkot. Lehet tárgyalás lesz? Gyerünk. Majd megbeszéljük ezt. Az is lehet. Ide elém. Hova vitték az arabot, srácok? Nem tudunk sem. Vitték a rendőrök. Szerintem viszik tárgyalást. Őr! Ha viszik tárgyalást! Most írták ki! Tényleg, az önkormányzathoz! Francesa. Na szóval. De nyugodott a nap, meg minden, nem is mondok semmit, bemennek, zárjuk a rácsokat, és meg nem mozdulnak egész reggel 6-ig, mert reggel 6-kor meg reggel mindenki. Reggel 6-ig, tök jó. Megértették? Mondjad. Itt van? Mondjad. Hát meg gondolom, engem is visznek. Hagyjuk már. Itt vagyok. Annyi rendőrnél, hogy szabadítsam ki az a robot? Facebook jelölés Ádi, meg két dedikáló kártya. Igen? Nem mondtam, hogy álljon ki a sörbe, itt van. Hajjál már vissza. Bocsánat. Ki vagy te? Vörös. Itt vagyok. Várlak a 9-es cellába. Hogy hívták a magányzárkás úri emberüket? Nagy pofa. Jordan. Csicska Jordan. Na, csendben legyünk. Uta, akkor visznek engem is tárgyalásra szerintem. Bekeményítek, csak kell az akkor alkalom. Akkor mindenki itt vagyok. Akkor de lehet, hogy D magáival akar tenni, nem? Azért vár a 9-es cellába. Viccesek vagy te ott. Szia Attila. A zuhanyal kapni fogtok. Főnök, akkor van fürdés, hogyha esik az eső. Mivel most nem esik az eső, de mi? Ja, ide rakd el magad hónapra, te is most már. Na, indulás. Jó. Hol van? Hova szaladnak? Nem akarnak aludni. Cső, papi! Az jó, Darky. Az király. 9-es cellába. A saját az jó. Hol van itt a fürdőszoba? Hol van a fürdő? Dél, a 9-esbe lesz. Rögtön visszanézhető lesz a stream, igen. Na, mikor vagyunk bügyek? Köszi Ákos a két hónapot. Igen. Ide bármikor be tudsz jönni, az ajtó mindig nyitva van. Igen. Valami kell itt az ágyat, megtalálod, bököljenek, érted? És mi ennek az ára? Hát mit tudsz felajánlani? Na fia, először hagyd lássam a cuccot. Először pénz, utána. Hát de először mutasd meg az...
Mutasd meg először az árut. Mire van szükség? Na figyelj, egy bökő az jó lenne. Bökő? Figyelj, kell tudunk intézni. Az drága. Mi pénz egy olyan amúgy, mennyi megy? Mennyit van? Hát, nem tudom, hogy mennyi mennek itt a dolgok. Hát változó, attól függ kinek érte. Nehogy észrevegyenek itt minket, hogy ketten vagyunk bent. Nem is. De van bótó vagy meg. Nőt, azt már levon. Oh, faszál! Mi a fasz? Aló! Valaki... Mi a fasz? Hát, testvért, nyugalom. Ki jött ide be? Hello, itt, ide, ide. Menj ma innen, én vagyok itt. Tehogy is. Na ne szórakozzon. Jó, jó, akkor megosztunk kettő ágyban. Hájom be. Uram. Vannal a kis kapja. Jó napot. A kizavartak a cellából, mert hogy az az ő hát, cellája. Menjen az ön cellája. Az melyik? Bejöhet hozzam. Nem, megyek nem a sajátomba. Hogy meglepődött a húsz! De még nem is tudják, hogy meghalt! Köszönöm. De még nem is tudják, hogy leszúrtam a dét! De jó! Ettől ne szórakozzon! Észre sem vette senki! Jaj, de jó! Szegény, gondolom nem számított rá, hát megfenyegetett! Csát, szerintem visznek tárgyalásra minket is. Lehet, hogy David volna ki minket! Lefeküdt aludni, de nem tudtam, hogy meghalt! Én nem volt sokáig a történet része. Hát ugye nem tudják, hogy én hogy reagálok. De észre sem vették. Befeküdt ide az ágy alá. Rögtön. Hát ez kemény. Bezárom az úrnak a celláját. Ez nagyon durva. Önnek is bezárom a celláját. Bejöhetne. Te, szemeljetne. Jó, bezárt a lerpészte. Köszi Szabina az öt robá... Ezt a nézők is tudják most lájkolni a donétet? Ez a főedi csak kevén, köszi. Köszi, köszi. Igen. Csak nem rontottam el a szálat. Köszönöm, álltak a nézők tudják lájkolni a donétet. Most a Naci ezt írt, most nem tudom, lehet, hogy csak az óriásnál van. Nem tudjátok? Nem tudom, én is Zsozénál láttam múltkor, hogy lehetett. Nem dobom ki a kést. Nem. Jó napot! Hello. Tessék! Na. Lámpa volt el. Rendben. Le is aludjon. Rendben. Fekszik, nem egy, hanem fekszik. Ha bemegyek, azt megverem. Köszi, Máté! Megszületté! Baby tüdő! Össze, te tudnád feltölni, hogy kinyíl, van nálad szertörő. Nem tudom, nem tudom. Nyerted Bence a tagságodat. Na, még nem láttam, de egyre több helyen jelenik meg a lehetőség. Ja, akkor lesz majd ilyen, köszi. Köszi, köszi. Ez szó, hogy megérkezett az önkormányzathoz. Arabot elvitték, ja. Akkor tárgyalásra megyünk, macset. Lockpikem ki az ajtót, nagyon jó. Ha elmennek az őrök. Az nagyon jó. Az nagyon jó. Összelett volna a két szerverünk, Zumpi. De is így fekszik a fejedet! De mit mondott az, hogy klippeljétek ki, amikor leszúrom? Azt, hogy klippeljétek már ki. Ez nagyon vicces volt. Na, gratulálok, Duszám! Sok egészséget neki. Nektek. Igen, ha visznek a rendőrök, akkor el kell dobni a kést. Igen.
Hát azt hiszik, hogy alszik, tényleg. Fülesz a kiutca cellába. Hát meglátjuk, hogy lesz a folytatás. A D cuccait el kellett volna venni. Ja. Vegyük ki a cuccit, nem? De a rendőrök nem mennek el? Nem mennek ki? Zsaruknak el kéne mennie, akkor kéne kimenni. Óriási amúgy, de tök jó ez, hogy van ilyen börtön RP össze lehetett hozni, mert amúgy tényleg csak annyi, hogy behozzak a börtönbe ennyi, de ez óriási. 119-on vagyunk fent a szerveren, az szuper. De be lett terpézve, hogy be vagy zárva. Igen, de van lockpickünk, amivel ki tudjuk nyitni. Lockpick-kel ki tudjuk nyitni, chat. És egy ládát! Jézuska! De a rendőrök miért nem mennek el? Nem alszik mindenki, nem mennek el? Hát de nem, járőröznek, nem. Csak kimennek. Hát a dédoszat sírtam nagyon. Cső Olivier. De hogy van még a lájnak? Még ki van két óra hossza. De D ott akkor meghalt szerintetek? Bruno, szorodjál szép. Dolgozzunk. Feka, te nem érted ezt a szép szóból? Mi van? Hát igen. Nem csöndben vagyok rá. Nem, nekem aludjál, nem ezzel, indulás. Azt hittem egy szúrásnál nekem, meghalt. Nem, te alszol akkor, amikor én mondom. Figyelj, ez mindig... Ne szálljál. Na. Egy pár darab, aztán majd lefekszek. Előbb is azt mondtad. Na, ja, járkálnak az őrök, ez a baj. Tipligy, mondom, húzz el aludni. Ne mondjam, ne, ha visszajövök, alszol, mint egy kis egér, jó? Per napi? Ki lehet nyitni? Oh! Ho-ho-ho-ho! Napi ajándék, per napi parancsal. Mit nyitunk? Cset, ez a börtönben ez egész jó, nem? Azért ez elég jó, nem? Azért ez elég jó. Feka nincs itt. És a Feka karaktere tüdesz van. Na, feküdjünk le, kell legyen szüves. Zulogetsz itt van, feküdjön le. Ezt hittük a jointot. Ezt hittük a jointot. Hát. Bemegyek. Na mit csinál, leszop? De, nem vagyok én buzi, megdarom. Hát. Kéne innom valamit. Be vagyok állva. Hol vannak az urak? Izgulok. Végre alszik ez a patkány. Uram. Igen. Ennél a rabnál van egy kés. Azt mondja? Hát akkor. Gyerünk, fel kellni. Diáz, ne mondjam még egyszer. Itt az idő, vagy mi kell fel? Diáz, ha nem kezd fel, akkor én bemegyek és rásozok egyet a hátadra. Az senkinek sem lesz jó. Gyerünk, Diáz. Tipli legyen. Kifele. Jó, jó van, jöjjön. Eldobtam a kés, chat. Óriásit ment, óriásit széveltem. Mekkora szévelés van. Óriásit széveltem. Óriási szévelés. Állítólag magánál van valami, ami nem kéne legyen, ez igaz? Mire gondol?
Hát azt mondja, most kitapik. Lockpick. Egy kés, vagy valamilyen bökő. Azt mondták itt. Nézze meg nyugodtan, nincs nálam ilyen. Rendben, akkor a forduljon a falhoz, és a kezdeit tegyek a lockpick nálam maradt, nem baj. Milyen monertéját eldobtam, hát ott bement volna, de megtaláltam volna. Rendben, nézzem a testét. Ja, de honnan tudják, hogy volt nálam kés? Vagy a DNA-m? Hát, sok minden nem látok. A lockpick. Tigit ezt gondolom valamelyik nyomorék adott magának. Persze, azt vásároltam, igen. Öngyújtót, hát azt sajnos elveszem, hogy nehogy itt üzegyújtsa, meg visszakapja akkor, amikor kimegy. Jó. Nem, itt tapogatom. Dének a korvos is. Ez a kis rugó, vagy mi, ami van a zsebében. Azt az egyik... Átkutatom én. Egyik rab adta nekem oda. Meg is tudom mutatni. Elvileg az úrnál kés volt. Meg is tudja mutatni? Azt mondja? Ahogy melyik adta, igen. Igen. Akkor jöjjön. Bent, hogy ott hagyjuk magának? A zsebébe? Kéri? Vagy... Vegyük el? Jó, ha én elveszem. Ezt a legalább a kés megvan. Aha, de szóval a reggeli szobájában is a... Az biztos. A 7-esnek, meg a 4-esnek. Akkor azért ezeket elveszem, de majd azért kérem ezt az úriembert. Jó, jó. Valami szívecske van a fejé, olyan... Vagy ilyen furán megy, ilyen nőiesen megy. Aha, értem. Jó, jó, jó. Rendben, akkor tipli aludni. Rendben. Nálam van még... Jó, két idő, oké. Okay. Utólépésbe diáz. Nem érünk rá egész nap. Megyek. Nyitom az ajtót, be is zárom. Alvás. Pika is töltessen sokáig. Ki a bája már, fölkettesz mindenkit, bazd meg, de mit csinál? Baj van fekete? Nem magyarázom, mert felordítottál. Na, ezt jó kiszévettük. Ezt jó kiszévettük. Csak most nem tudunk kimenni, mert be van zárva. Vigyed, inkább aludjál. Túl sok a duma, kevés. Rendben volt, tudja. Csak itt ordibáltok. Meghallják. Hát az, hogy... Hát most ezt, hogy meghallják, nem hiszem, hogy meghallották volna, érted? Nem jut... Ja, Bika nem kap ládát. Ja. Elfogadom volt, a barát kérelmedet közbe. Kösz, hogy ennyien itt vagytok. Rég voltunk ennyien. Akkor bízom benne, hogy... Izgalmas. Elcsúsztattam, ja. Mindegy, megúsztuk. A matrac alatt, ja. Na viszont nem tudom, szerintem ami mi arab után mi megyünk a kihallgat, vagy a tárgyalásra. Takarodjon vissza be. Visszazárták? Lerpészték? Nincs prémium lánátomban van a kitövek, nincs PP-m. 630 PP-m van. Ezt nem vették el. Bermi kihúzza az étel ajtót. Nem smoke-ol a smoke. Be volt zárva, de azt terpésztem, hogy ott dobom ki, ahol az ételt. Ételt. Ahol az ételt. Jó, kikát nyitom ehhez. Mi a sár, megy ullag. Nem tudom, itt nagy gázok vannak. Pingottam, tényleg szívtem mindent. Ezt ki az ételajtón ki lehet nyúlni. Hát ez ennyi volt ez a smoke chat. Ennyi volt. Ez tényleg nem sok mindenre jó. Állom, hogy leszart egy radiátor. Oda lesz biztos jó ez a... Ott van füst! Nem tudom. Füst van! Füst van! Füst van az ajtónál. Füst van az ajtónál. Haló. Gyorsan.
most mi lesz, chat? Nem dobtam jól el. Hát, ja. Te, ott valaki meghal. Te, ott kinyírtam valakit smoke-kal. De ki van veled? Hívjak mentőt? Füstmérgezést kapott! Mentőt neki! De, hogy kell itt, mint a túlélik. Menjön felé. Ja, mi maga? Men. Pocsak. A helikopter távozó légtérről és szálljon le. Nem tudok felugrani. Ja! Ja, csak befele nyílik, kifelelem. De nem tudom, hogy van. Akkor bocsánat, jó van, nem volt semmi a smoke-ból, de hogy ezt a rabok nem. Ja, mondjuk lehet tényleg logikus, hogy én hogy tudom, miért nyitnám ki itt. Reggel van szerintem már, rendben akkor. Ébresztő! Ébresztő, felkel és ki is nyitom itt az ajtót. Sorakozó, ugyanúgy oda a falhoz, gyerünk. Peka, te is. Falhoz, sorakozó. Szépen beszéljél. Én úgy beszélek, hogy akarok. Na, hát aztán átkutatásra nem vették el. Utolépésben. Na, szoba ellenőrzés. Szoba ellenőrzés, de jó, hogy nem raktam a szobába be a kést. Te jó ég, micsoda szévelések vannak itt. Na, hogy aludtál, cica fiú? Jó aludtam, milyen vastag szád van. Miért érdekelsz téged milyen számban? Nem, csak ezt állapítottam meg. Hallottad, mit dobálod a füstöket? Nem én dobáltam, miről beszélsz? Láttam, ahogy kinyitottad az etetőcsúcsot. Arra kellek, hogy itt ordibáltok, hát. Láttam, hogy valahol alszatok. Hallod, Diaz? Mi az? Van, volt nálad ilyen friss gránát, azt hallottam itt. Hallom, dehogy én dobtam, dehogy. Nem volt nálam ilyen. Diaz, Diaz, te elmondtad, hogy én adtam neked az árfertőlőt? Dehogy mondtam, ezek azt mondták, hogy látták, hogy átad. Te elárulsz be. Dehogy is, mondta, hogy látta, hogy átadtad, szívecske. Látta. Veszek majd tőled izét füstöt, jó? Most mondjuk megkérdeznem azt, hogy ki hogy aludt, de mivel nem vagyok magukkal puszipajtások, ezért nem kérdezem meg. Fogd már be a sádat. Elmondom a magadnak. Mi között hozzá, hogy aludtunk? Hát, hogy távol. Egész egyet ordi bátába az, nem vetted magad észre? Hát sajnálom, ez a maguk problémája, nem a én problémám. Ne sajnálját fel rába te. Tudjál, hogy gyógyják. Fekta, megint cigizel? Amikor velem beszélsz, nem cigizel. Már ki vagy te? Mondja, rászulom, jó? Nem tudom, hogy hogy jutunk ki amúgy, hogy nekem kéne valamit csinálni, vagy... Na szóval, akkor a mai program az, hogy... Először is cellaigazítás, mindenkinek átkutatjuk a celláját úgy, hogy ott van. Ha találunk valamit... Itt a D, tényleg! Amilyet még sose nem tapasztalt. De, annyit mondok, hogy... Nincs, megvan a jogunk, vagy hát nincs meg a jogunk arra, hogy magukat megverjék. De, sajnos már egy idő óta... A kamerák nem működnek, úgyhogy ezt nem fogja látni senki. Ott jön még csak egy utána, utána 5 perc, hát Csokapik barátunk az azt gondolta, hogy... Elanalszó! D kicsit véres, ja. Még egyszer meglátom, hogy... Még egyszer meglátom, hogy késel az elizagításon. Olyan belőztet, hogy összeszarod magad. Erről az egészről. Fussál már neki még egyszer! Nem, de hogy még egyszer. Figyelj ide! Kottom fejét, csillog a fejed. Na, utána 5 perc kinti szünet. Több legyen. Igen. Aztánk egyet reggelizni, ami képzeljék el, ugyanúgy puding lesz. Na, fosztam tőle, fosztam tőle. Sajnos, sajnos krumpli püré nincs, mert elfogyott a krumpli. Á, nagy jóisten meg. Na. Annyit mondok, hogy... És a következő program az az, hogy krumpli pucolás. Nincs kamera, az jó nekem, tényleg. Nincsen megpucolva a krumpli. Hol pucul meg, de. Maga megpucolja. Maguk fogják megpucolni, nem tudom, hogy melyiket. Akkor adjon pénzt érte! Annyi kérdés van, később pucolunk, igaz? Krumpli pucolával fognak pucolni. Börtönlázadás ketten vannak csak, ja. Hát ne, ha jönnek, meg nekik van lőfegyverük szerintem. Hallod? Ha nem tetszik Jordan, akkor fogsz más csinálni, mert az udvar egy kicsit koszos, össze kéne gerebjélni. Gerebjélni? Gerebjélni, seperni, mindent kell csinálni. És mi kell gerebjélni? Gerebjélni. Az agyadat kéne, hogy fogba pofádat, mert megbasztok. Sőt, mivel Jordan itt azt akarta, hogy nem akartok kell Józsi. Akkor mindenki seperni fogja az udvart, és csillogni, villogni fog. Mi majd megpucoljuk a krumplit. Kapnak seprűt. És takarítás lesz egész nap. Nem érdekel, üljön le és hallgasson. Mi vagy, fekete?
Hozzuk a seprőket és lehet seperni. Gyerünk. Most Jordan miatt bazd meg? Jordan miatt, igen. Tök jó ez a kollektív büntetés már. Tök jó a Jordan. Bele. Jordan! 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 Csináljunk kumplit! Jordan, te rohadék! Inkább csináljunk kumplit! Ez a kollektív büntetéshez működik. Suliba alkalmazzák még? Hogy a kumplikucerás maguknak veszélyes lenne, mert kés nem adnak. Dehogy veszélyel! Ezért egy seprőt meg egy geregyét fognak adni, és seprőnk fognak egész hátán. Indulás. Most az a kettő mi? Indulás. Na, de ugye Jordan belegyenek. Gyere, nem menj. Most kimegyünk. Lobogni fogom. Várjanak itt meg. Innen hozom a szertából. Kiakasszalak a trafóra, Jordan. Jó. Rendben, bemegyek. A trafón fogsz lógni, Jordan. Jordan, véged van. Köszönöm. Véget reszeltek, Jordan. Hipli, Jordan, te is. Még egy csak. Az a Diego, gyere már egy kicsit. Nem tudok olyat adni, amit tudok beszélni. Hú, van ez a Jordan nálam már. És valami szanax vagy ilyesmi van? Hát megnézem, de gyors nálam szerintem. Kaparó sors egy ebben. Gyerünk, gyerünk, seperni, seperni. Hogy az? Tiszta fej. Diaz, mit nem lehet érteni azon, hogy seperni kell? Ja, se perni kell? Jó. Gyerünk, takarítan. Ó, oh, bakker. Szétszorodni. Nem, szétszorodni. Hallottátok, mit mondott, hogy ezzel fogja szétszorodni a fejemet? Ki? Jó, söprögessünk. Hogy kell elővenni? Mindegy kapott seprőt? Én nem kaptam. Gyerünk, sepp, jó, jó, jó. Rendőr úr. Nem kapod? Hába. Jól hallottak? Milyen söprőt tördöm el a hátat. Tiszta ideg! Jó, nyugodj meg. Mi, hogy nem... Mi, nem még nem haltál meg? Miért nem haltál meg? Ön kapott seprőt, uram? Dé, nem halt meg. Vigyár, adok. Szúrjuk le megint. Ezt hiszed ilyen könnyen? Én előveszem a... raktárból. Hú, a rendőrcsajt is le kéne szúrni, de nem kéne. Csepsőket. Csajt le kéne szúrni, nem? Jó, megfogtam a seprűt. Átnyújtom az úrnak a seprűt. Köszönöm, elveszem. Francba, hú de jó. Hú de jó, cévertük megint. Hú de jó, cévertük megint, chat. Átnyújtam a seprűt, uram. Csak az a baj, hogy nénye, hogy attól félek, hogy elfogom őrni a hátán ezt a seprűt. Hát, hogyha ilyen történne, ha ilyen történne, akkor meg én fogom elverni a gumibotommal. Hoppá! Azt kitépem a kezedből, aztán... Na, én megyek köprögetni. Menjen csak. Semmi, semmi. Menjen el köprögetni. Nem. A rendőrgyilkosság tényleg az kemény. Az nem. Még a rabokat oké, okay, de... Meg tudjuk oldani, ha akarja. Van az a pénz. Nem tudom, mi lesz, Chet, hogy mi a terv. Fogalmam sincs. Mit kell beírni? Mit mondott? Pere? Nem seprögezzél. De, hogy kell? Mi jobb ez bajusz? Miért nem baszom? Ebru. Lássam, majd dolgozunk. Állam fog nekünk. Seperjünk, viázom, seperjünk. Még egy pár évig itt fogja csinálni. De hát bízom benne, hogy nem. Én nem maradok itt, én nem rohadok itt meg a börtönbe. Fékszem. Dehogy is. Hol a seprő? Hát én tiszta ideg rám! Ő az ellenség. Diász úr, rávágok egyet átár ez a söprűbe. Áááá! Hey! Kurkáztál, engem meg! Hey! Adod tiszta! Hey! Hagyjad már csóró újonckát! Csóró azt se tudja, hogy hol van. Fődobtak a zsaruknak a saját embereim, Dávid, és akkor itt vagyok. Csak te nem láttam. Igen? Diego! Dehogy is, hazudik. Hazudik. Az nem értem, hogy nem halt bele. Hát nem izé vagyok ám, de... Hát Diego, 30 éve itt vagyunk, megtanultuk, hogy kell. Ja, és hány évesen kerültél be? 5? Milyen 5?
Bocsi, Ádi! Nem tűrtem a hátad, ez a szar, mert most akkor... A fáj is a hátam, hallod? Jó, francba. Nyom, húz. Valami baj van, Diaz? De igen, itt a tésztafej akadékoskodik. Ja, megütötte a hátat. Ja, rám ütött egyet. Én nem láttad, hogy dolgozok. Sajnos ez egy saját probléma, én nem tudok ilyenekről. Én nem láttam, hát, még nem láttam. Amit én nem látok, az nem történik meg. Cseperjenek, egy-kettő. Aztán csillogjon, mert maguk fogják leélni itt az életüket. Nem én. Nagyon jó, összehozták ezt az RP-t. Francessen bele. Én ezt nem csinálom. Elegem van. Miből? Miből van elege? Ebből az egészből, én nem csinálom. És hogy nem csinálja. Hallod, elszorakozom velem, mi az, hogy nem csinálja? Szíves. Nincs kedvem takarítani. Meg nincs csinálják kedve. A többiek. Szerinte nekem van kedvem itt rohadni ezzel a csűrjével egy minden áldott nap a maguk pofáját látni. Hát de ezért kapja a fizetést, uram. Hát, de nem kapok na, olyan sokat. Na, kollégák, jöjjenek fel a rádióra. Azt hiszem, fent vagyok. Igen, a hetes sem. Ja, megtömödjük a söprögetés. Úgyhogy indul lesz dolgozni, mielőtt szépen mondom, és nem kap ezzel a kurkos bottal a hátára. Redben, redben. Indulás. Pozitív ja. Vagyunk. Ja, csepp! Hát én fölmostam, amiket... Ja, rám vágott egyet. Rám vágott a seprűvel. Nem láttam, hogy sepregetnének. Jó, sorakozó, mert egy kényelmetlen helyzet fog történni. Micsoda? Hát testüreg motozás. Ne! A seggemet, ne! De ne csinál, mert hogyha most jövök rá, hogy én ezért nem megyek urológushoz, mert félek, hogy élvezem. Hát, most meglátjuk. Búzi vagy ember. Figyelj csak, milyen test volt történt? De nem, nincs eseggemben semmi, biztos úr. Hát azért megnézzük. De maga fog belenyúlni? Hát választhat, ki akar. Nem az én dolgom, a főnök szokta csinálni. Értem. És élvezettel csinálja. Már látta a kollega, az egyszer csinált, azért szalad így ide-oda. Értem. Már ideges. Tényleg a szívecskés. Ugorjon egyet? Ugor egyet, testvére. Ja, csokapik? Jaj, ja, azért megy így. Na, kövessenek, kövessenek. Erre. Maradj már, csak mondja. Maradj a csepet, Diaz. Ó, jé, adjál neki! Milyen jó meg lett már csinálva. Mappolás. Nem? Na, sorakozó itt a folyosó. Francba. Óriási, nem? De a testüreget motozzák, csak nem a zsebemet. Itt vagyok már az orvosiban. Akar? Jó van, figyeljen, beszéljenek, de akkor kérek valamit érte. Na, mit? Hát, amik van maguknak, nekem mindegy. Van nálam egy energiaital, biztos úr. Hát az van nálam, és ezt köszönöm, kiadjom. Na, ne, főnök. Azt mondják, hogy ennyire szeretnek testüreg vontozást? Nem, mi nem akarunk. El kéne kerülni. A kisasszony arra hívott téged, keresett téged, oda tudsz menni egy kicsit? Engem nem keresett senki valószínűleg. Mondom, hogy a kisasszony keresett, akkor hogy arra. Szépen. Majd mi a kisasszonynál beszéljen. Várjon, na, akkor itt. Maguk akarnak beszélni, akkor valamit pengesen. Ingyen nem csinálok semmit. Jó, akkor én adok egy ezres, hogy elkerüljük a testüregmotozást. Legyen 5000. 5000 fejenként, és akkor mindketten elkerülik, és azt mondom, hogy én most itt megcsináltam. Én oda is adtam az 5000-est. Jó van. Pengesen adok. Figyelj, kifizetem neked, de akkor tartozó nekem. Jó. A Jordannek kifizetjük. Tessék, kifizettem. Kettő úrnak már végeztem a motozást, minden tiszta volt. Ez fájt. Fájt. Hát ezt megúsztuk. Szellábbot fértnek a többiek. Alig bírok menni, jó széthúzta.
What? Nem is találtam benne semmit. Itt mi történt? Mi történt? Godzilla! Úristen! Godzilla, ma megint gyere csak, dumáljunk. Menjetek testüregmotozásra, Godzilla. Már voltam, már voltam. Ja, már voltál? Már én voltam a legelső. Diász, gyere már! Mondjad. Arra, amíg el kell menni sepelni, Diaz és Jordan. Köszi, hogy itt vagyunk, durva. 1300 néző rég volt, köszönöm. Nem tudom, hogy jutunk ki, csehetvény. Mik azok, mely vannak ott? Nem tudom, mit csinálnak. Jó sepelni, ja? Okay. Mondja, Jordan. Tudom, hogy van nálad egy kis tesó. Nincs nálam. Mi majdnem megszöktünk, csak hiszen nem tudtunk eszünk. Zsaru, hol tudtok meg? Fent voltunk a tetőn. Fent voltunk a tetőn. Pont jött az a nő. Vaja, jött a nő. Van szanakszatok? Sajnos. Valami elcsillan. Valami szökési tervet kéne kitervelni. Ja, hogy tudunk kiszökni? Nekem van egy ötlet. Tetőre. Tetőről. Fel kéne menni holnap is. Mi a terv? Jó, menjünk. Várja. Még nem menj. Nem tudom, hogy maga ilyeneket tud. Szerintetek megtalálnak? Hol a kijárat? A francba. Francba, ez nincs nyitva. És ez az ajtó nincs nyitva itt. Na figyelj, van nálad pénz? 20 dollár. Jó, add át. Köszönjük, menjünk vissza. Itt nem jutunk ki. Menjünk. Másik helyet kell keresni. Francba. De miért jönnek a zsaruk? Ott jön a csávó is. Tüdesz is jön. Vissza! Jönnek a börtönbe vissza a szodosok! Bakker csőbéci! Jönnek vissza. Az igen. Hesztele vakú, kivakú. Ááá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 á Elszöktük egy kicsit. Bakker. Hello! Hallod, zárva van. Zárva van. Engem visznek tárgyalásra, szerintem is. Micsoda? Akkor van zárfelterő. Ne idegesítsi, akkor gyere. Megyünk. Van nála lockpick, nálam nincs. De a tüdeszné van. Gyerünk. Gyere, itt. Hát, ez nem jó, gecs. Ó, bakker! Francba! Figyeljetek! Itt nem szoktak közlekedni? Ha kinyitják, kiszökünk. Itt elbújunk a falnál. Nem tudom, mert egyre is szoktak zárni. Ja. Jó, te feltett azért szúr le! Nem! Akkor menjünk vissza, nehogy bajba keveredjünk. Ott jönnek a rendőrök. Hol? Ó, mama! Akkor vissza! Megjöttek a zsaruk. Most tudom, hogy jutunk vissza. Merre kell vissza? Szerintem itt! Itt kell félvenni. Ja. Tetőn visszamegyünk. Itt jöttem.
Valószínűleg az arabot akkor elvitték a tárgyalásra. Na most mi jövünk? Ja, ez lesz az. Francba. Ah, ott vannak. Jó, visszajöttünk. Jó, mint ha mi se történt volna. Most hozzák be azt az abidot, most kéne megszökni. Amikor hozzák be, gyors kifutunk. Hol? Hol? Húzzák az arabot, húzzák az arabot. És akkor hol tudunk? Rendőr, pudingé, pudingé. Cső, Edwin. Itt vitt. Nézzük ki az. Nézzük ki az. Ki jött? Menjenek be, menjenek be. Menjenek be, urai. Jó. Elszöktek a többiek. Jó, 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 jó. Menjen be, menjen be. Elfutottak. Nagyon helyzet. Többiek elfutottak. Nekik sikerült kiszökni el. Ezt nem hiszem. Nem, hát innen tovább nem tudnak kimenni. Az a baj, hogy jönnek a izén páncélótó is, meg minden. Az gáz. Hát az nagy. Mi nem futott, arra nem tudunk menni. Mondjad. Igaz volt a diáznál és azt mondták. Már nincs. Elvették. Nem elvették, el kell dobni. Viszont tudok egy olyat, van egy kóruk rendőr. Igen. Elvileg, és kérek tőle egy telefont, és akkor behozzák a kést. Jó. Jönnek át. Aha. Ez ki? Mi van? Mi van te? Godzilla. Itt vannak a zsaruk. Hol? Most futott itt egy, nézzük az ablakon. Aha, itt van, itt jön. Aha, ki az újra? Ki az? Nem tudom, mi lesz most. Elvileg azt mondják, az arabot hozták vissza. Vissza? Aha. Nincs itt ma. Nem tudom kinyitni. Aha. Pedig milyen jó megcsináltam a mappolást amúgy. Aha. De ha tényleg hozzák vissza, tényleg. Jó. Hozta. És viszik a következőt. Valóban ezek elkapták őket. Nem is ja, nem is viszik őket. Ja, elkapták őket, ja. Aha. Tiszteletem. Nem tudom, mi szeretem. Hello, arab! Tiszteletem. Szégyed el magadat, te. Készült, te menj már innen. Ki vagy te? Nem is ismerlek. Mi között az vagy? Majd megtudod. Ja, elkaptak volna. Jó, hogy nem ment. Na, az zöldet meg szeretném kérdezni, hogy hagyjak minket békén, vagy... Jó, pofán lesz te baszva egyesével. Már csak megnéztem a kinti levegőt. Halljátok, én már kint voltam, csak izé jöttek a rendőrök aztán. Na jó, örülj, hogy nem lőttek le. Jöttek ezzel shotgunnal. Hát, vissza kellett futni. Ránk futottak alagút nincs. Vagy ötten. Nagyon sokan ránk futottak. Hogy gondolod? Elbújtunk az mögé. Ott voltunk kint. Arabot elengedik. Köszi. Csát jövő héten hétfőn kert, hétfő szerda csütörtök és vasárnap. Menjenek már mindenkit fele. Itt vagyok. Jó, akkor megkérem, hogy menjen be oda. Onnan jött, és többiek maradjanak itt. Aki utánunk már jönni, mindenki. Most engem visznek, Csát. Meg lehet lőni. Na, megáll, most meg lehet állni tisztelettel. Jó, ide jövök az újhoz. Te húzom bal és jobb kezét. Visznek jó, elteszem a betetőszáját. Ását, mutatom az rázatát. Hopp, itt az újnál találok egy kis pengét. Igen, igen, az egyik társam adta itt. Ezt sajnos el kell koboznom az újtól. Jó, jó, csináltam. Fölösbe. Telefont nem találok. Börtönőröknek szóljak. Böltönök, hogy szóljatok, hogy mi elmentük és ne engedjenek senki mást ide most már a... Jó van, csak elvették. Jó van csőt, semmi extra. Nem baj. Hú, de izgulok. Most tárgyalást mindenkit vegyünk. Mindenkit mutassanak át, mindenkit egyesével. A kell segítség szóljanak. Kíváncsi leszek, kik lesznek ott a tárgyaláson. Másod észre, meg vissza az autóhoz, jó? Megyünk vissza
Amikor a májzathoz. Vissza, amíg vissza kell megyek mosdóba, csak jó, muszáj most már elmennem. A beszédek hozzá. Behelyezem az autóba, vigyázzem. Nem lesz váltódása. Ha nem provokálja ki. Rendben, ugyanaz a sorrend lesz visszafele, és alszálltad az abbaznak, kérem a kollégákat, hogy menjenek. Egyelő, úgy köszönöm. Követési távolságot tartsuk be kollégát. Mindenféle téren, ha valami olyat látok, egyre rádió, csak köszönöm. Tiltakozó már ott nincs berakva. Ja, mostam kezdett, igen. Mostam. Egy autót megkérhetnék előre, tudnom menni. Jó tekintem. Hát csak rég voltunk ennyien a streamen, köszönöm nektek, és a szerver közösségnek és játékosoknak, adminoknak, arabéknak, tehát óriási, hogy mit hoztak össze ma. Ugye 100, kíváncsi vagyok. 120. Megkötöltve, bezárva. Köszönöm a subgifteket és támogatásokat, lájkokat. Rögtön elérhető lesz a stream mindenki számára. Nagyon komolyak a rendőrök is. Jó, akkor egy autót meg szeretném, hogy ma legyen le például a Jeep, csak akkor nézzenek, hogy milyen szándékáin után. Nem tudom, Maxi. De most tárgyalásra megyünk, hát arabot is tárgyalásra meddig tartott, egy 40 percet benn volt, nem? A stream hát 4-10, fél 10-ig szokott tartani. Múltkor előbb végeztünk. Komoly, ebből a játékból mennyi mindent ki lehet hozni. Meg itt tök jó, hogy vevők erre a játékosok. Holnap lesz live, igen. Hétfő, szerda, csütörtök és vasárnap lesz az RP stream. De hát még nagyon sok RP szálunk van még, ha kijutunk amúgy. Jönnek az oroszok is, ugye. A zsoldosokkal az RP, akkor az árulóval. Mindent tagadjak, vagy valljak be. Két sáv járható. Az a probléma, hogy még gyorsabban lehet elnézni, ha előre felé nincs valami probléma. Olá, gyere! Egy elején vagyunk itt baj a kollégák. Nem csak vasárnapon elpénz, most mondtam el. Hétfő, szerda, csütörtök vagy. De Discordon van mindig a heti menetrend, vasárnap írom ki. Itt egy jó pos. Ja, én nem dobom fel a csapatomat. Ki van ott? Kik voltak abban? Kiugodott csak. De ha mindenben vagyok itt, itt szerintem bármit mondhatok, akkor is élet fogy Tiglan. Tigla még mindig köztünk van, az a baj, ja. Felállás, az előbb, az ő a riadnak átjáról mindenki körvállal, kiszedjük a kuriamba, beviszik a cellákhoz, onnantól kezdett így, hogy biztosítjuk a terepet. És amikor szólok el, de utána látjuk majd, hogy az új ellen, hogy szeretnék tanulni az új ellen.
Mivel ugye az önkormányzathoz megyünk, nem a rendőrségre. Vagy de? Nem, az önkormányzatja. Na, az ott kicsoda. Jacob, annál az olyat küld el most azonnal? Hát, van sok tudod. Ja, igen, igen, igen. Köszi, Gábor. Köszkednek a tetveim. Aki be tudna vinni, az anyósra. Bátran megyek, látod? Bent vagyok. Hát sajtot ki tudod nyitni? Jó. Ahhoz Laci nem jár dedikálókártya 600 fontos társaságot az ezreshez. Még azt mondom, hogy a csajnás ki fog kenni sokkal a gépjárművel. Te jó ég! Milyen módszer ez? Ez egy szakszai módszer, semmi baj, ez egy szakszai módszer. Ez szakszai módszer, semmi baj, tegyen rá újra vezető szállat, és akkor mindig olyan meg kell visszaállni, jó? Látszik a bilincsére, vezető szállat. Még egy börtönben mennem, azért, mert gyilkolunk folyamatosan, meg mindent csinálunk. Te, hogy rendőrök vagyunk, hoznak tárgyalásra börtönből. Nincs lőszer a sotiba, nincs, csak azért. Nem ismerős egy kicsit az épületnél. De, elég baj, hogy megint itt vagyok. Rosszul érzem magam. Semmi baj. Egy tánca kétszer már járt volna egy, nem? Igen, sajnos. Megesik, megesik. Köszönöm, hogy ennyien vagytok. Mi érdekes, hogy akkor is élveztem magát. Jé, ki ez? Ugye nem az esküdtszék fog dönteni megint. Nem, most jelen pillanatban csak egy videós felvétel lesz. Elmondjuk a vádakat, illetve aki tanúskodni akar maga ellen, azt tanúskodhat maga ellen. Elküldjük a bírónak a videót, és bíró fog a döntés. Köszi, Renátó. Megy a szemed színéhez ez a fő. Ekkö! Figyelj már, tudsz hangosat fingani még? Ezt nem hiszem el! Csak jó, megkérném a DS, hogy ide álljon mellém. Hát ide a pohána asztal mellé, ide a szép. A horgászap is úriember ez, úgy, hogy jó, tudja maga a járást. Jó, megkérném, hogy forduljon ide felénk először. Jó. Tehát először az úr, nem felsorolnám a vádakat, miért van itt, jó? Rendben. Kétszeres elnök elrablás, Székely Szilárd megölése, illetve az új remélesz főkapitány gyilkosság kísérlete, illetve többszörös bank, az bolt, nem is ér. Fegyver, kereskedelem, illetve dolg, kereskedelem, eddig tiszta? Igen, viszont nem értek egyet valamelyik ponttal, akkor mit kell csinálni? Na melyik kell mondja? Először is elmondom a vádakat, aztán amivel nem ért egyet, utána mondja. Jó. Tehát, először is elnök elrablása, miért rabolták el, mi hasznuk volt maguknak az elrablásából, a fegyvereket, amivel csinálták, hova tették, illetve a társakat fel kéne sorolni, kikkel voltak. Jó, hát az elnök elrablásának, ahogy ott követeltük is önöktől, az volt az egyetlen egy célja, hogy a körözési listáról kerüljünk ki, és mindent vonjanak vissza ellenünk. Viszont ez meg is tették a rendőrök ezt, és utána vissza is kerültünk a nyilvántartásba. Az elnöknek nem esett bántódása, a tárgyalás jól ment, a fegyvereket vettük a kékektől, és ennyi. Kékektől vettük a fegyvereket? Igen, tőlük szereztük be, igen. Jó. Szegény kopasz! Kétszer rabolták el az elnököt, mind a kétszer pont az volt az indok? Így van, mert elsőre nem sikerült, mert utána tudomásunkra jutott, hogy visszaírták a nyilvántartásba. Ezért megpróbáltuk még egyszer. Értem, jó. Akkor térjünk el a Székely Szilárd főkapitány megölésére, jó? Rendben. Miért követték el Székely Szilárd megölését? Ki volt cinkostársak, illetve kitől szerezték a fegyvert, vagy esetleg hova
bújtották el a fegyvert a megölés után. Ezeket az információkat szeretném hallani. Rendben, az elkapás és a törbecsalása a volt elnök segítségével történt. Szóval attól, hogy elraboltuk az elnököt, az elnök még velünk volt. Mint később tudhatják, az elnök át is állt a rossz oldalra. Úgyhogy az elnök elhívta egy találkozóra dr. Székely Szilárdot, és utána tudtuk rabul ejteni. De nem én öltem meg a Székely Szilárdot, hanem az arab. De az úgy! De nagy kamu az egész. Méhúzulsz. Könyvből olvasnak. Jó. Esetleg még a Székely Szilárd megölése valami információ? Annyit tudok, van, hogy azért volt szükséges, mert ő tudta volna visszavonni a körözést és levetetni rólunk mindent. Megölték a főkapitányt, mert nem vették le a körözést? Így van. Ez a leghülyebb döntés a világon. Ez volt a B-terv. Most, hogyha nem tudtuk, akkor megölettük. Hát ez elég rossz B-terv volt. Tehát, hol? Hú, hol? Valami nagyon sötét helyen. Hú, na most... Hát, nagyon sok sötét helyen lát, ilyen is sok minden. Hú, sokat nem hol volt az chat? Ici, tudjuk. Mindjárt mondom, nem az olvasztóba, valami hasonló helyen, de nem az olvasztóba történt a gyilkosság. Húha. Valami elhagyatott épület. Ki. Nem most gondoltad, hogy hol. Nem az olvasztó. Te találtad ki a merényletet, azt elfelejtett. Jók se estümösen. Látja, uram, hogy elnyitett neki a... Ne higgyenek neki! Maga, illetve a... Köszi, Laci, most már ír e-mailt! Szafer Abid találta ki a megölést. Szafer Labid azt állította, hogy maga akarta megölni Székely Szilárdot. Ez így van, nekem volt fő célom és indítékom rá. Jó, maga akarta megölni, és maga nem tudja, hogy hol vitték. Nem. Tehát ezt tudja, ki találja ki. Dokkoknál, azt hiszem a dokkoknál. Hát, dokkoknál nagyon nem sok tudom, mert van, nem tudom a helyet, meg tudnám mutatni magának. Megkérném, hogy ne vegye fel a hangot, ne emelje fel a hangot velünk szemben. Bocsánat, szerintem akkor is kábítószer befolyás alatt álltam, és azért nem emlékszek rá. Na most vallotta be, hogy drogfüggő. Igen, ez igaz, igaz, drogfüggő vagyok. És milyen az elvonó most? Elég rossz a lejövő, depresszió, meg minden. Alacsonyan repülnek a szappanok? Aga már múltkor is drogfüggő volt, és azt ígérte, hogy leszúrt róla. Hát igen, sajnos nem. Tehát akkor most döntsük el. Nagyon sok mindent ígér. Tényleg zsák volt a fejemen, hogy oda, amikor oda vittek, de hogy miért raktak zsákot az én fejemre? Persze, a te zsákodom volt a fejemre. Hogy miért te fejedre? Ja persze, maga ez azt mondja, hogy ő maga találta ki a megölés, és még zsákot tettek a maga fejére, hogy oda. Igen, arab... Ez... Még őt akartak figyelni. Nem mindegy, hogy a fejem volt a zsák, hogy a zsákem volt a fejem. Jó, hát ha hiszik, hanem ez így történt, de viszont megöltük, ennyi a lényeg, megöltük. Megölésben maga eresztette be a golyót Székely Szilárdban, vagy a Szafer el-Abid is közel játszott? Az Alib csávó volt az, Szafer el-Alib csávó. Abid. De a földön, amikor én már csak a hullájába lőttem bele egyet a fejébe. Jó, ezt a másik új ember, akit hoztunk előbb, a Szafer ezt cáfolta, azt mondta, hogy először maga lőtte le. De most ezt nem tudom, chat, én lőttem le. A nagy színporád rátkent az egész. Na, szép ez az Alib. Mind a ketten eresztettünk bele golyót, ez a biztos. Hát igen, ezt tudjuk. De ki adta le a halálos lövést, azt sajnos nem tudom. Te voltál? Rákot, fejét. Jó, akkor most cáfolhassa a vádakat. Köszi, Bécs, az 50 hónapot. Jó, az új rendőrkapitánynak engem odahívtak, bepalisztak, gondoltam, hogy vádként fogják felhozni. Oda mentünk a gáthoz, oda hívott a volt elnök, akkor állt át, azok a fehérek, akik a La Fuentini laknak, azok a potkányok, azok. Oda hívtak, és akkor a szemem láttára lelökték, hát nem halt meg, lelökték a gátról. De én csak egy szemtanú voltam, és akkor jelentette be az elnök neki is, meg nekem is, hogy ők átálltak a sötét oldalra.
Miről így van. Jó. És a Feka szervezte a gáthoz a... A Feka szervezte a gáthoz a találkozót. Jó, tehát maga azt mondja, hogy nem magának semmi köze nem volt főkapitány megölésé. Vagy sem megölési kísérletében. Ahhoz semmi közöm nem. A többit aláírom, de ehhez tényleg nem volt közöm. Szeretnék csendet, szeretnék csendetlen megkiabálást. A Szefer Abid azt állította, hogy magának ebben benne volt a keze, illetve felembe tanúskodott Abid ellen, illetve az ő igazát támasztották alá, hogy maga is részt vett ebben. Nem, mondom, én csak véletlen oda... Tudták jól az volt elnökék, hogy így rám fog terelődni a gyanú. Véletlen? Ilyen véletlen nincsen. Nem, oda hívta. Mondom, oda hívtak, én nem tudtam, hogy ez lesz. Oda már megkötözve hozták el a csávót, a rendőr, az új rendőrkapitány. Ott egy zsák volt a fején, biztos. Hehehehe. Azt se tudja, mit beszél. Jó, akkor megszeretném az olyat kérni, hogyha nincs még valami cáfölni valója, álljon oda az asztalhoz és forduljon másik asztal felé. Rendben van. Hát ez majdnem sikerült. Tehát akkor álljon az asztalhoz, menjen neki az asztalnak, a bal volt, és forduljon a másik asztalhoz. Sákot a helyére jobban tájékozódni. Ezek te bunkók! Így jó? Így jó, igen. Na nagyon, nagyon jó. Elsőre sikerült, semmi baj. Meg szeretném kérni, akik akarnak tanúskodni, feltett kezekkel. Hú, gondoltam a fekazás. Egyesével a... kolléga oda megy értünk. Kiszabadult a putribó, azt már magyarázni akkor. Kívánok nevet, születési dátumot, születési helyet szeretnék jönni. Jó napot kívánok. Ramos Marcelo, banda vezér, Chicago 1990, november 24. Bevallja, hogy banda vezér, elnézést. Hát, zenekari banda is lehet maga. Hát, honnantól. Milyen banda elgondolt? Esetleg illegális banda? Persze, hogy az. Persze, hogy illegális. Ő nem maga. Én jó, meg szeretném az újat kérni, aki bejött, hogy tegye a szívére kezét és mondja, hogy minden, amit itt elmondott, az akkor igaz, illetve nem hazudik a esküdszék előtt, illetve majd a bíró előtt, amikor lássa azt a videót. Esküszöm. Esküszöm, Feka. Ami is tanulás pedig a jogállamunk bünteti. Tisztában vagyok fel. Akkor kezdje. Na szóval... A szemenszedett hazugság, hogy ő zsákban volt ott Székely Szilárd meggyilkolásánál. Ő is a arab tervelte ki az egészet. Szemtanúja voltam én is a dolognak. Jó. Azt szerettem megkérdezőt, hogy ezek a cselekedetekkel úgy mindössze a felelabidnál kényszerítették? Igen, kényszerített. Hát önkéntesen nem akart belemenni. Én nem, én nekem tiszta lelkiismeretem, minden téren, de hazudik! Családomat fenyegették. Meg a barátaimat. Mint az előbb is elmondtam, az arab... Vagy hogy hívják, a arabbal kapcsolatban. Jó. Nem, milyen ballomást tud megtennem és segítheti a bíró munkáját? Hát, mint az arabnál is elmondtam, ugye arab segített neki kiszökni a börtönből. Együtt dolgoztak ott ez is. Ez igaz, ez igaz. Szóval nézzék át a börtön, mert van egy alagút, amin ki tudnak szökni. Az már nincs ott. És az is teljesen hazugság volt, hogy a új főkapitányt őt csak úgy oda hívták. Meg minket kért meg, hogy biztosítsuk a terepet, amíg ő megfenyegeti. Ez nem igaz. Új rendőrfőkapitányt, hogy hagyja őt tevékenykedni a városban. Ez nem igaz. Mert drogokkal, fegyverrel üzdette a Diego. Nem egy banda leszámolást, maffia leszámolást tervezett már. Meg, hajtott végre. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy lövöldözésen is volt már? Volt, tehát nem egy ember élet tapad a lelkén már. Ez nem igaz. Jó, nem folytathassuk. Mit tudnék még mondani? Az igaz. Nagyjából elmondtam, amit tudok. A többiek még biztos fognak mondani pár dolgot.
Vagy a fenében. Szóval én itt befejeztem, uraim. Letészi a lantot. Nyugodjék. Ugye, mint az orvosi rendelőbe következő. Nézd a putriste! Szép napot. Jajjaj, nevet születésed átfogom a születési helyszínt. Dobreskoye Ignor vagyok, Ukrajnában. Származom. Születtem 1990. február 17-én. Ahogy az arabnál is tanúskodtam, úgy kerültem velük kapcsolatba első körben. Arab karolt fel, hogy egy szegény sorsú családból származtam, és nagyon szükségem volt a pénzre. Arab azt mondta, hogy ezt mind megadja nekem, hogyha segítem a piszkos munkáját. És ezt muszáj, és ő rakott be Diaz, Rafael Diaz, az Diego mellé, hogy cselekedjek mellette, és végignézem ezt a sok szörnyűséget, amit elkövetett ebbe a városba. A vádak, amiket felhoztak Diego ellen, az mind a három fő, pont az mind igaz, és mindben Drake részt vett. Annyiban neki készíteném ki, amit el is mondott az előző úr, hogy semmiféle zsák nem volt a fejére, hogy... De! Nincsen. És első körben ő, ahogy mondtam az előző... Persze, tudom, hogy róka. Is, hogy ő... Mármint az arab lőtte első körbe fejébe, és második golyót azt meg ő eresztette belé. Azért, hogy biztos legyen a szeretett doktor Székely Szerádon a halálát. Szeretett? A nagyon szeretett! Ezt végignéztem átózig, az összes morzsát láttam a tervükből. De mivel az volt a feladatom, arab azt a matyukos feladatot adta nekem, hogy segítsem Diego-nak a munkáját, ezért muszáj voltam. És zsákról szó nem volt, és ő is vértapad a kezére. Dr. Székely Szilagy gyilkos azóta velünk szembe. Köszi. Értem, és minden... A dupla fegy még mindig ott van, eldobva a helyszínen. Szerintem már a rozsda el kell tenni, de még mindig most fogják megtalálni, ha elmennek, és dokkok. Istenem, te tervelted ki azt, még azt se tudod, hogy mi a helyszín, dokkok, a világ legnagyobb hülyesége. Dehogy is, az olvasztó mellett volt egy kis helyiség. Azaz, volt, azaz. Ott volt elkövetve, de milyen dokkok? Ja. Hát hogy itt ugye, azt hittem, hogy azaz. Nincsenek. Hagyj fejezzem már be. Hát kár, mert ez lesz a kérdés. Ott van mind a két fegyver, és mivel hát ez kezdtünk, lesz folytatás, végre, ez nem ennyi. A fegyvereken sajnos új lenyomat nincsen. Ahogy a kesztyűben mi lesz, azt nem tudom. És ezen mellett ugyanúgy az arab esetében is számtalan gyilkosság, bankrablás, boltlabdás, ez mind-mind az ő lelkükön szárad. Rengeteg drogfüggő az úr, elszeveszett mennyiségű drogot fogyaszt. Azért nem tudja már, hogy mit beszél. Ezt mind szívre rakott kézzel mondom önöknek, ez a teljes igazság. De utána rájöttem nagyon egy mocskos aljas út, ahol mit ott választott. Ezért társultam kedves barna bőrű barátomhoz, és ő nyitotta fel a szememet. Jaj, a fekvő! Ő a felbújtó! Ő a felbújtó! Nem, ő mondta azt, hogy figyelj már, ignor, ezt nem így kell, ezt te is látod, és akkor én is látom. Szerintem elég fegyveres van balodon, jobbodon, hogy ő itt feszülges nekem. És akkor onnastól kezdve elpártoltam tőle. Terpézik. Sok éveken keresztül voltam a jobb kezedet, való igaz, ezt nem tagadom önök előtt se. De aztán... Csak magukat mentik azért, hogy én itt legyek. De hogy mentjük magunkat. Hogy megúszszák, de ugyanolyan aljas az összes, mint az egytől egyik. Drogosok, fegyverkereskedők, mindegyik. Ja. És ez a feka befolyásolta őket. Az előbb nem hallották, mit mondtak. Előbb a feka azt mondta, hogy én lőttem le. Ő meg azt mondja, hogy az arab lőtte le. Ezek egymás ellen beszélnek, én remélem figyeltek. Azt mondtam mind a kettő. De az első lövés itt félre, itt már nem egyezik a vallomás, uraim. De. Nem? Az első lövés maga engedte. De az előbb nem ezt mondtad. Azt, ezt hogy az arab mondtam. Lőtte le, és utána én adtam neki még egy olyat. Kedves rendőrök, na, erősítsék már. Na, hallgass a végletársát, vagy barátság. Nem hiszem el! Uncsi, mi nálak, zárod be a live-ot? Ne haragudj. Megkapta az első figyelmeztetését. Köszönöm, biztos urak. Nem hiszem el. Ez így van. Ön. Az első lövés. Nem, ez más az előbb. És ahogy mondtam, és amit eddig senki sem tudott a helyszínt, meg a fegyvereknek a kilétét,
Azt is elmondtam, és ez döntő bizonyíték ott van a helyszínen. Ha elmennek oda biztos urak, akkor mindent meg fognak találni. Mivel egy elég elhagyatott helyszínen. Ti is rosszul halljátok? Én nem hallom. Nem hallom, hogy baszkúra jön a hangszálán, ugye? Még mindig nem jó? Ufa! Hát jó? Ugye olyan, mint egy rádió, aminek a legjobb frekvenciában. Aha, lehet, 107, hogy ő egy robot. Tehát aztán 107.3. Ő lehet, hogy egy robot. Robot vagy te? Nekem nem vagyok börtöntöltelik. Na, tökéletes. Jó, akkor az úr egyetért abban, hogy az DSFL mindenféle ilyen kisebb, ami kisebbnek mondható bűncselekményt, mint bankrablás, boltrablás, fegyverkereskedelem, drogkereskedelem is elkövetett? Nem is kis mennyiségben. Itt vagy ott nagy mennyiségben. Ez igaz. Nagyon nagy mennyiségben. Maga is elfogadja az, hogy nem egy, nem kettő lövöldözésen is részt vett a DSFL? Aha. Jó, amiben szeretnék valamit tanúskodni, vagy akkor kifáradhat a pódium másik vége. Jó, a következő. Ennyi volt részemről. Köszönöm szépen. Tegye fel a kezét, aki meg szeretne bejönni. Ezeket fel, aki bejönne. Húva, vagyunk még egy páran, nagyon jó. Jöjjön itt a fekete kalapos úriember. Kicsit már meg... Kicsit meg kéne hosszabbítunk majd a dolgokat. Tiszteltem mutatkozom be. Ezt nem hiszem el! 190-05-18. Ezt nem hiszem el! Korlalkozásom volt, klubtulaj, ügyvéd, volt elnök. Úristen! És egy dologról tudok vallani, és mindenki szeme láttára, az úr igazat mond. Teljes mértékben az igazat vallotta be arról, ahogy én is a teljes és a valós igazat fogom most elmondani. Azzal kapcsolatban, hogy az új főkapitányt mi rendeltük ki, mi raboltuk el a gátra, és őt csak kihívtuk megmutatni neki ezzel, hogy nem ő a legerősebb itt a helyszínen. Köszönöm! Köszönöm! Az tehát maga benne neki... volt az új, tehát az új főkapitány megölési kísérletében? Sosem akartuk megölni. Megfenyegettük. Kapott tőlem egy lőszer, kérdezzék meg, bele van és van neve. Egy golyót kapott. Megmondtuk neki, hogy amennyiben még egyszer elkapjuk, annyiban azzal a golyóval lesz fejbelőve, kivéve, hogyha nincs nála, mert akkor hosszú kínhalált van. Ezek után belelögtük a vízbe, reménykedve, hogy tud úszni, igen, és haza tud menni a rendőrségre elmondani ezt mindenkinek. Így történt. Sose terveztük meg a halálát. Az úr tudja, hogy innen nem fog szabad lábat távozni. Igen! Igen! Ezeket fel lábak a zsebre. Fölnyomta magát. Fölnyomta magát rögtön, értünk. Kettő kollégát szeretnénk be a tárgyaló terembe. Megbizincs olyan Joe. Magasra. Jó futballista volt. Ez igen. Akkor kérem forduljon nekem hátra. Rögtön lekapcsolták. Rögtön lekapcsolták. Ász! És a bal kezét összeállítsa. Parálják az ajtón a vágyanok. Love! Love! Jó, és a kollégák hamarosan kiviszik a teremből. Ez durva! Hallod, Retro Jack is, milyen a börtönkot? Azt vigyék a cellába. Nagyon jó, csak puding van. Vigyék a cellába, itt a lenti cellába. Puding! Most jó, addig gomba egy itt. Rendben, rendben. Mi van fontos? Most hallotta be, hogy Székely Szilárd megülősi kísérletében is vette. Tényleg feldobta magát. És nem Székely Szilárd, hanem az új főkapitány megülősi kísérletében is vett. Jó. Rendben, akkor ki szeretne még vádaskodni? Jó, jöjjön be. Először az előttem lévő úr. Álljon az ajtóhoz. Vagy ha... Ez ki? Úgy mutatkozzon be, születési szám, illetve hol született. Urasta, Brazília, 2000. január 2. Igazából egy pontot, illetve, bocsánat, kettőt. Két pontot szeretik felhozni az úr ellen, amit nem lett nevezve és soha sem nyújt ki. Az nem más, mint pedig az, hogy itt a jobb kezemnél a lányom. Lányom? Igen, igen, ő a lányom. Ja, tegye fel a kezét, hogy a bíró is lássa jó rendben. Hát a mágus. Többszörösen megpróbálta az úriember kivinni őt Svájcba, hogy futtatni. Megerőszakolni? Vagy futtatni? Hogy futtassa őt.
jó pénzért cserébe. Emberkereskedelem. Pontosan, pontosan. Illetve az, hogy valami törpigéktől vette ő a fegyvereket, az egy nagy hazugság, mert az arabnak van pár embere, ők is ugyanúgy arabok, és ők kraftolták nekik a fegyvereket, nem törpigéktől vették. Tehát ez is egy teljes hazugság volt. Igazából ennyi lenne, viszont az új ember, ez még lenne egy mondatom. Mondjad. Emlékszel arra a mondatra, hogy ha tetszik, ha nem, ez így van? Igen, biztos. Nem emlékszel rá? Nem. Figyelj ide. Azt mondtad, egy putri vagyok, ugye? Nem, azt a fekának mondtam, de most már te is az vagy. Hát miért? Most már én is az vagyok, jó? De mégis te vagy ott a négy beton fal között. Ács mögött, lányok eszik a lábadat. Most szappanok egy nyúlkász. Na, mindegy, biztos urak, ennyit szerettem volna, köszönöm. Rendben, köszönjük. Még valaki esetleg szeretne valamivel élni? Tudtam, hogy oké van. Tiszteltek, bemutatkozás szeretnék írszámot és hogy hol szeretek. Jason Statham, 92 módon. Jason Statham! Jó, miben se... A fel... mondott az új ellenvádak mindig az, amit felsoroltunk ellen. Persze, hogy igaz. Az jó, összesen. És mivel szeretne vádaskodni? Igen, is tudta. Hiába állítja magáról, hogy a zsákos Frodo meg ilyen hülyeségeket abul. Nagyon is távol volt vele az egész terve, hogy hova visszük az elnököt. Az elnököt is, hogy hova visszük a Székely Szilárd urat is. Teljes mértékben tisztában volt. Hideg vérrel elkövetett elnökülés hajtott végre. Akármit is mondt, szabad nélkül, benne volt, betődő talpig az egészbe. Jó, rendben. Illetve, ahogy azt mondtam, a rabnál is, a Lesz felmenő rokonaimat is, ő is megfenyegette. Tehát akkor maga se. De várjátok, hát akkor azért mondhatnak igazat, mert mi ezt nem tudjuk, hogy a rab megfenyegette őket. Így ők nem tehetnek róla, nem? Ott ketten fenyegették meg. Ketten voltak ott, ezt biztos állítom. Nelly bátyám a szegény meglémült, a tulipános szekrénybe bújt. Akkor ez egy előzmény, hogy az arab megfenyegette őket, meg a családját. Megfélemlítették szegény öreg atya. Negatív, ne indulja meg ez, de menjen a... Én nem értem, hogy volt kék bőr, egy 75 évvel megfenyegetni. De ez kriminális amúgy. Nem anyuk díjak kellett. Jó, rendben. Esetleg tudna még olyan vádat mondani, amit még nem szóltak fel itt a emberek. Hát lopás az biztos, járok el őket is. Szeretettel. Kiposztott? Így van, hogyne. Az felülé az egész város. Ez igaz. Jó. Na, rólunk mondja azt, hogy mi volt és a... rendőrgyilkosság is van. Így van, rendőrgyilkosságok, azok is voltak tényleg. A szállítmányokra ment rá meg ilyen. Így van, szállítmányokra. A veletek együtt. Mi, hát milyen velünk együtt? Hát ti is ott voltatok. Hát igen, ott közben meg egy embered, meg kettő, meg három a családunknál állt az ajtóba. Ja, ezt mondja. Mit tettünk volna? Hát de arról én nem tehetek, én erről nem tudtam, hogy az arab megfenyegetett mindenki családját. Ami te voltál? Nézd meg már az arabra, Kenny. Hát, meg az arabra. Itt nagy az... barátok voltak, nagy csókos. Na mi van már, félre csókoltok? Jó, akkor az itt... itt állott új emberek itt, akik a pódiumon kívül állnak, mindegyik úr, kivéve egyet, bevallja, hogy az úr itt, aki áll, megfenyegette, és az miatt hajtották végig ezeket a feladatokat? Így van. Igen. Tegye fel a kezdet, aki bevallja. De nem, ez fú, de idegesítenek. Ezek egy álltak. Hát de ez hazugság. Én nem fenyegettem meg senkit. Mi az, hogy nem fenyegettem? Legalább ilyenkor mondod igazságot. Hát ezek nagyon jó. Arab vagy, arab te vagy. Innestől kezdve arab fenyegetett, te is fenyegetél. Egy és ugyanaz. Te is vele voltál mindenütt. Jó, rendben. Jó, szeretne még valaki tanulmást tenni? Az újon kívül, akkor az új, ha befejeztek a sétányt. Elfelejtettem, hogy a Kajó Perikóval is együtt dolgozott. Ja, igen? Az is. Na, apropó. A Bobbyék.
Nyomták ott az ötleteket, minden. Elrabolták a kollégákat is. Teljesen tetőtő talpig benne volt minden mocskosságban. Nem ismert határokat. Egyszerűen nem volt neki limit. Értem. Jó. Rendben, köszönjük szépen az információkat. Kíváncsi, most visszavisztek a börtönbe. Jaj, és aki nem teljesítette a parancsokat, azokat, azt megölte mind. Ezek vagyunk. Igen. Igen. Persze. Hideg vére. Nem egy testvérünk fekszik meg. És azt elmondanám amúgy, hogy annyi messze nem volt, meg annyi tisztesség benne, hogy de zsák nélkül lőtte volna őket fejbe. Zsákat húzott a fejükre. Még azt mondja, neki volt zsák a fején. Hát mekkora hülyeség már. Jó hozzák, nagyon jó RP-znek, ja. Kíváncsiak, mi lesz jó, ebből. Jó, akkor meg szeretném kérdni az urakat, hogyha nincs több ember, aki... A hölgy még van, nem? Szeretnék tanúskodni? A széna. Nem szeretne senki tanúskodni, akkor... De a hölgy az jön. Ja, hölgy, jó. Mondjad, mondjad! Ránc! Tiszteltem, akkor... Katori, Kamilla vagyok. 2002. február 7-én születtem. Amerikából jöttem. És hát... És azt szeretném, hogy elfogadja összes felet, amit az eddigi tanúk, illetve én voltam fel az úr ellen. Ez így van. Így jó. Rendben, akkor mivel tudnám megtanúskodni az úr ellen? Általában fenyegetett engem is. Meg fegyvert tartott a fejemhez, hogyha nem azt csináltam, amit ő mondott. Meglopott engem 500 000 pénzzel. Azt is úgy, hogy azt mondta, hogy ha emberem mondani valakinek, akkor meg fog ölni. Meg az egész családomat. Hazudik! Droggal kereskedik. De nagyon, meg fegyverekkel. Nagyon sok fegyverem van. Nem igaz, te nem igaz. Azokat eladja. Ugyanúgy a drogokkal is, ugyanúgy a székelyszilárd, ő ültem meg. Nem volt a fején zsák, szóval, hogy hazugság. Várjuk ki a végét, chat, jó. Én nem tudom, hogy miről beszél. És igazából így ennyi. Szeretném kérdezni a rendőr urakat, hogy mivel ennyien ugyanazt mondják, nem. Ezért ez az ítélet fog születni? Én hogy tudom megvédeni magam? Tehát, halálbüntetés. Elmondom, hogy ezek a romások a bírónak fognak elmenni. És utána a bíró fogja kinyilvánítani a bíró dönt. A igazát, hogy kinek van igaza, és hogy ki milyen büntetést érdemel. Maga meg tudja magát védeni pont úgy. Na, akkor lesz, ez jó hír. Lesz rá lehetősége, de azt most nem itt mondjuk el mindenki előtt, tehát magának lesz lehetőség megvédeni magát, úgy, mint a másik úriembernek, hogy idehoztam. Most jelenleg azért van itt, hogy ez a videó felvételre került, ezt el is el lesz küldve a bírónak, ő hoz döntést. Utána lesz mind a kettő úriembernek megvédeni a magát lehetősége. Ja, ja, ha nincs bizonyíték, felmentenek. Hogyha a bíró követeli a bizonyítékokat, akkor azokat, amiket elmondtak, bizonyítani kell valamilyen papír, írásos, esetleg tárgyi bizonyítéka. A hölgy esetleg még szerette valamit tanúskodni. Köszönöm szépen. Ráncos Magdi, akkor menj vissza a helyedre. Te mit megy el, remélem, hogy börtön. Te csak mit sértegeted, hogy börtöntől kelé. Látja már megint nyom, nézd. Majd a segged végén is ráncos lesz, ha rájössz, rávizzed. Jó, akkor meg szeretném kérni a baloldalkörül átbont, hogy akkor bilincselj meg az urat, és vigyük vissza a rútól. Az urakat szeretném megkérni, hogy akkor hagyják el a helyszínt, több tárgyalás itt van, vagy nem fogok. Nem háborodott vissza! Csak ő se van, nem fing, azt fogadjunk. Az biztos. Vissza a patkán, menjünk előre, aztán húzza itt a büdös ájár szagot. Akkor legyen, hogy megkérem az ajtóba, kísérjek ki az urat. Előbb szava. Nem kell az dajon, hogy hát erre kíváncsiak, most visszavegyünk a börtönbe, chat. Óriási. Nagyon jót hozzák. Nagyon fontos, hogy... Az ajtón távozzanak, ne ide bejöjjenek. Amit mondtam is nekik, hogy kell különíteni, ugye ugyanúgy barátok vagyunk meg minden. Azért várnak magukat. Ez az RP, van sokkal izgalmasabb a nézőkön is. Remélem jól alszol majd. Te, Putrics, menj haza a gettóba, odavaló vagy, Putricska. Menjek a lakásodba, ott alszol. Menj, Putrics. Rendben. Jaj. Remem nem hittek el nekik egy szavukat se.
Ezt nem nekünk kell hinnünk, pillanat lecsukom a videós felvételt, lekapcsolom. De milyen jó RP-znek itt a rendőrök is, hogy beálltak ide, szegények, amúgy unalmas nekik csak itt védeni. De óriási, nem? Hogy tényleg az idejüket áldozzák erre, csak itt állnak. Óriási. Ezt nem nekem kell lenni a bíróra, ő dönt. Jó. Nem mi döntünk. Jó, az olyat tűzessük, illetve a másik az is, aki ott van a cellába. Szerintem ez a mai nap. És egyből beöltem, azt állítsuk, aztán majd a rendőrségnek átadjuk, hogy meg. Tiszteltem. Óriási a rendőrök is, tényleg. Hát ugyanannyit voltunk tárgyalás, inkább egy 40 perc, ugye? Ja. Besegíted a szuriembert az autóba. Rázárom az alakókat. Nem megyünk Discordra, így elveszti a varázsát. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat, subgifteket. Nem tudom, hogy mikor szökünk ki. Fogalmas is, most visszavisszük a börtönbe. Bezárod az ajtókat. Nem tudom, mikor lesz ítélet, vagy bármi. Ja, volt elnök, hogy fődobta magát, nem? Az komoly, nagyon. Don, szállj ki. Don, szállj. Indulunk, jó? Akkor egy egység induljon a börtönhöz, jó? Kicsit nem vagyunk. Ott vannak a buszmegállóban, tényleg, aki szeretném. Most semmit. Nem. Jó. Igazán a hátsó kis ajtót. Nem tudom, mi lesz a vége, de jó, nagyon jó. Pozitív, esődések vagyunk, maga börtönről segítséget hívott. Jó, indulhatunk vissza a börtönhöz. Köszi Feka, köszi. Jó, indulunk akkor esődések börtönbe, és ott maradunk egy ideig rendetetet, jó? A kollégákat megkérem, hogy gumilövegékes shotgunnal, ha kell, nyugodtan használják, akármennyiszer. Gumilövedék van. Ja, őt szerintem behozták a börtönbe, a volt elnököt. Neki tartozunk ezért amúgy, nem? A volt elnöknek tartozunk. A bíróság vagyok. 541 like, köszi, nyomjak egy like-ot a percig chat. De tudod még. Rendben, ugyanúgy, hogy eddig, ha a szára felelőzött, vegyük fel, bal jobb, hátunknál is bal jobb is. Futó rendőr betette a klipek szobába, hogy nem mi vagyunk az elsők a nézőkkel, hogy összekeverjük a brókával, mert hasonló hangjuk a búr. Nem itt van velem az elnök, szerintem őt elvitték. Jó. Luktor, várják meg a többi egységet is, maguk nem menjenek be, mert ki tudja milyen fullerőben vannak. És ott még lehet már tették a hatalmat, készüljenek fel a behatolás, amikor közel vagyunk, nyugodtan nem mehetnek. Lehet, hogy már tették az arabék a hatalmat a börtönbe. Néztem ilyen börtön Netflixen, ilyen börtönöket látogatnak, és hogy vannak olyan börtönök, ahol arabok irányítják a börtön életet, minden. Itt van mellettem, tényleg? Lehet menni. Le a kalappal. Előtted, uram. Tartozok. Tényleg. Nyugta. Két egymásnak most János izőjön a szánszokat, de mind a ketten a börtönbe végzik. Önök hallják, hogy ki az urat én? Nem hall? Igen, hall, de halljuk az urat. Halljuk. Nem hall. Most már minden rendben. Szép napot, uram. Szép napot, uram. Köszönöm szépen. Ez óriási kockázat, azt tudja. Lehet, hogy elítélik ez miatt önt is. Elítélnek. Mi magát átszők adni a rendvédelemnek az OSK-nak? Legalább egy kicsit gyorsabban előttünk.
Itt mindenki mi? Nem magáért jöttünk, de magát ügyelik. Nem tudom, több évados, valaki tudja csak. Egy civil újságíró bemegy börtönökbe. Valaki tudja? Az a dobi valósabbja. Egy fokkal. Sorozat. Sorozat. Meg a clickbaitet nézzétek meg, az 8 rész, ez nagyon durva. Élet a világ legkeményebb börtönében. Lehet, ja. Ja. Ja, valami ilyesmi. De a clickbaitet nézzétek meg, nagyon durva. Ki bírja az ilyen nyomozós dékát. Annyi a lényeg a clickbaitnek, hogyha elkapnak egy csávót, főteszik YouTube vagy valami videó megosztó oldalra, a videó eléri az 5 millió megtekintést, megölik. Azt mondom. Hát mondom, elérjük a helyet. És hát eléri. Lassítsanak, hisz majd a riotta meg fogunk fordulni bent, addig nem nagyon jöjjenek be, köszönöm. Kutyuli, Kutyuli nem volt, biztos dolga volt ma azért nem jött terpézni. Szere Beka. Na, nem sétődik ki az ajtó. Nyitva. Nagyon nincs. Hát jó, akkor itt kell kiszedni az ujjakat, vagy én nem tudom, mert tudom, hogy... Na, erre kiszállod. Kiszállod. Van bagolva nekik a kapu. Kollégának nem nyújt az ajtó? Oh, no. Nem lesz is esik. Tehát... Nem jöttek a lájkot, köszi! Mi a van ilyet? Legjobb akkor is megesik. Hát ez kemény, kíváncsi vagyok most mi lesz. Szerintem akkor hónap innen folytatjuk chat. Akkor meg kell várni a bírói tárgyalás, de még itten azért valami csak lesz. Vissza kell nézni Tobi Panzer pár rész, hogy megértsétek, hogy mi történik. Ezt kitalálták, a srácok látják, hogy izgalmasak legyen. Másikat van kíváncsiak. De most mindenkinek rögtön elérhető. Valamelyik elkövetett másikkal. Elérhető lesz a stream. Jó, hozzad a másik elkövetőt. Elkezik a rendőrség. Nálok is fegyvernék. Jó. Szóval besegítem, és utána ott leveszem a bilincset. Késemet visszaadja, uram? Jó mit? Kár, akkor megpróbáltam. Hülyének néz minket? Nem, eszem ágába sincs. Gondolja megpróbál, semmilyen elje van itt a shotgunnak a kezemben. Nem. Pedig én szívesen megmutatnám. Tiszteletem, megérkeztem. Ugye egy kis fost, erre jövünk be! Jaj, de csúnya. Odaadtam. De nem nekem. De hozom ki az ujjat. De lengedem. Hozom az ujjat a bilincset is. Mondom, a szabad lábon, mondd, de mégsem. Köszönöm szépen a munkájukat, vigyázzatok magukra. Igen. Ezt én vigyázzatok. Még nem mondtam, hogy megyek Ispán, hanem hogy... Neked is kéne? Melyik? 140-es kedvenc szám. Tessék. Maradj alatt, alatt. Szia! Hello! Gyere már, beszéljünk! Jó, jól lenne, ennyi. Nem, mert... Jó, menj már innen, légy szüves! Na jó, van. Még egy. Behozták a volt elnököt. Ő védett meg egyedül. Ő védett meg, ő egyedül. Csak na? Így bevallotta a gyilkos, vagy a, mert aki egy pont nem egyezett, a többi az oké volt, de az, hogy én az új rendőrkapitányt meg akartam ölni, az nem egyezett, és bevallotta. Hát és bevallotta, és le is tartóztatták. Hát ez teljesen idióta. Na, de itt a fő probléma az volt, mindenki azt mondta, hogy te megfenyegetted a családjukat. Itt mi történik? Ezek hülyék. Nem tudom. Hogy megfenyegetted a családjukat, és azért dolgoztak velünk eddig, meg minden.
Ahogy fenyegettem, ezek beszélnek össze-vissza. Ja, azért. Nem tudom, mikor lesz az ítélet, tudod? Nem mondtak semmit? Nem. Én most már majd mindjárt még lesz valami. Szerintem? Meg itt azért... Nagy a készültség. Terveszkedő. Aha, igen, én is azt. Menjenek tovább, kérem, uraim, arra. Menjünk, persze. Na. Mit tovább? Jó, van, megyünk. Csállat. Nincsen. Jaj, te még élsz, copfos fejű. Copfos fejű, ne fe. Megyünk befele, vagy most mi a nem, hallott? Még folytatjuk a munkát. Ó, de jó. Jó, de most Istenem. Dolgoz, jó Istenem. Na, álljatok oda fel a izé, falhoz. Megint vegyétek fel a csákányt, ezt már. Most már legalább jó idő van. A csákány hozzatok meg, hogy meghalni a melegtől. Hát kalapácsol. Ugye ma ide. Ide, szélére. Üssétek felfele, aztán én hasonlom kifele. Ez mi? Ez itt a izé? Halálfal? Micsoda? Ez itt a halálfal, vagy mi? De ez a munka. Ez a munka. Ja, mit kalapálnak, amit kérdezem? Hát a falat. Éppen bányásznak. Jaj, bocsánat. Nézd meg azt, hogy tartják ránk a gumilövedékes. És megkalap. Erre gondolj, de az. Na, állj már be a falhoz, hát nem szólok mindenhez. Sem legyen, állj, hát ez nagyon jó munka. Valaki nagyon kicsipte magát. Hát mert most árnyék van, hát nappal nem most miért vannak ezek ennyire? Nem tudom, de rengetegen vannak. Én semmit. Mondták, hogy majd a bíró eldönti hozzá. Befele a sorba most azonnal! Befele! Ne se nekem ugassa! Befeje! Mindenki a sorba! Megérdemelte! Nézd meg! Maradjam majd csöndbe! Befele a sorba most! Ha valaki ellenkezik, kollégák, Ashwood és kollégák, valaki ellenkezik, tűzparancsot megadom! Köszönöm! Csönd legyen már! Hát már ott izé, hallod, nézd meg milyen izé rabszolga munka van, az még ingbe dolgozik! Épp, hogy bejött, már dolgozik! Az ő az, aki megvédett engem a tárgyaláson, de volt elnök. Behozta? Be. Azért, mert bevallotta, hogy nem én tettem azt a bűncselekményt, hanem ő. Úgyhogy nagy tisztelet neki. Ott. Na uram, álljon neki dolgozni. Nem mondjuk el többször. Ellened vallottak, mert mindenki, mindenki ellenem, mindenki. Egyedül mondom, a volt elnök nem. Kik vallottak ellenetekre? Mindenki. Ember! Ki az a mindenki? Csak őt tudod lőni, más nem tudsz, mert csak őt ismered. Jövő héten látodok, hogy egy nagyon jó barátom. Ezt majdnem így. Ó, fucker! De ne engem kalapálsz! Jó van, dolgozunk! Nem téged ütlek! Csináljuk! Nem szálljál, dolgozunk! Maradj meg! Adjon már valaki száll cigit! Nálam van, de meg kell csinálni. Most kaptam neked ukrat segít. Nem felegessük fel. Egyetőbb van az ember. Maradjam a sebe. Fizetek. Gyújtott is adjak. Jaj, hát ezt most nem kell, most én nem gyújtanék rá. Mert hogy nem akarok már csak egy pillanatra sem. Nem akarok golyót. Nem beszélgetünk, hanem dolgozunk. Mi van? Azt mondtam, nem beszélget. Csönd legyen már. Az, mi van? Ha megint görcsöl a labban, basszus. Maradj meg. El fogom bírni. A kezem válasson. Hú, RFK meg rablásom van. De amúgy már azt abban be kéne menni. Ja, álmosak vagyunk. 9 óra amúgy tényleg. Ja. Már. Később. Éjfidegbe kalapálunk. Nézzed már. Jó, most nem figyelnek. Jó, most nem. De amúgy tiltakozzunk már, hogy ne puding legyen. Ne tiltakozzál. Ne lázadjál túloldalon, meg küldöm fogai. Szembe, 30 év. Több finom az a puding. De jó, azt arra mégis kirakta a kezemből. Pudingból. Én meg elmegyek. A gumilövedék, Dark. Nem feltétlenül, a gumilövedék van osztva. Ma körcsül a lábam. Nem, 9 vagy 10 koszok tudom menni. 9 kó van a lámpóoltás, nem? Ja. Mi? Ja, de most ez azért van, mert a túloldalon az a vörös hajú, meg az a izé, a félbevágott fejű, vagy nem is tudom mi az, azok keverték a bajt egész nap. Ő miatt fogyunk kint amúgy. Figyeljetek, holnap megverjük őket. Holnap szétütöm őket. Hallod a vörös hajút? A vörös hajút úgy megvertem, hogy egy napig teljesen kiütöttem. Miért nem dolgoztok? Emlékszem, hogy maradjam a csöndbe.
Habibi, emlékszel arra, hogy hozzá... Neked hogy hívja? Valaki lelökte a lépcsőt? Na szerinted ki volt ez? Az volt mi? Mi van, rálítők? Ez megy csak nektek. Ussolj már! Kezük járjon, ne osztáljuk. Én. Maga. Jó, aki beszél, az kapja a lövést. Én nem beszélek. Exercise book! Megint. Mi van, már este is dolgoztatok minket? Menjünk aludni, de amúgy, mikor menjünk? Túlóra van, túlóra. Mertél? Hát azt mondom, hogy mentek aludni, akkor mentek aludni. Órabérre dolgozunk, akkor lassan kell, nem? Órabér? Lassan, persze. Itt órabér. Hát csak mi nem kapunk semmit. Kifél, majd vissza tudod nézni, érdemes, nagyon sok mindenről lemaradtál. Kéz járjon, ne használ. Áááá, még hova? Még hadd legyünk már tűnik, még a... Ha túloldan azt a vörös hajut, mert aki most is pofázik, üssék már szám. Fal, ide jön, kik azok? Egész nap az ő hangjukat kell hallani. Hát a Jordan megy. Ide jöttek a börtönhöz, a fekái. Lesz holnap RP. Azok kik azok a sok emberek? Nem azt mondtam, hogy nézel, ők azt mondtam, hogy dolgozik. Azok kik? Azok kik ott a... Amúgy azok kicsodák. Azok kicsodák. Jaj, melyik itt? Most ezt IC-t nem látjuk amúgy, de... Álljunk fel egy sorba, gyertek. Vége a melónak. Ó, végre. Kik voltak azok? Na végre. Hát mert szállítottak minket, azért vannak itt. Szóljál. Szólok. Akkor ide van. A hölgy ezt maga elég mutatott. Na, sorakozó! Ide álljátok fel sorba! Na most jó. Várjál! Lesz holna perp, igen. Folytatjuk volna. Nincs tőlem ilyet, hogy lehet lebukni el. De még nincs vége. Azok, akik kint álltak, azok kik voltak? Látogatók. Látogatók. Szemben? Igen, jönnek látogatóba. Én mi ezt elintézek, nyugodtan menjek, nézzék át kollégina. Maga ismer a gyöngyszembe, és nem pofázik. Érted, ő voltak? Jaj, jól van! Most nem maga beszél, hanem én. Hohohoho! Kapják el! Ja, után nem szabadna beszélni már, mikor kap. 98. Jól vannak a srácok, Krisztián, köszönöm. Ugye meg! Kus legyen, mert nem érnek vissza a döltenel, pedig mindenki kussol. Szeretem, hogy tudom benne. Hallgatnak. Ezt a pudingot... Mondom, push volt. Egy szót se halljunk. Foxy. Jaj, ilyenkor nem szabad szó megszólalni. Paszka, segítek sem. Mindjárt 600 like, köszi chat! Erős lövedék ez, nem azt mondom uram. Ja. Nem azt megmondtuk, hogy pusholnak? Nem, mert már mindjárt elveszi be. Csönd! Nem sétem, mindjárt meghalom. Itt a sor, állj vissza, köszönöm. Én nem hallok keresztülzba. Kell forralt bort innom. Az viszi fel a... Menjünk, gyorsan kelljen innen. Most. Szerintem elájult valaki. Nem viszi fel a síkunkat. Nem bajos. Várjátok, felhozom. Most legyen, azt mondtam, ne, mag, nem most beszélnek, hanem én. Még egy megszólal és fejbe fogom pukkantani ezzel a gumilövedékes szutyokkal már. Ideges. Nem voltunk képhetőek. Ja, csömbbe kéne maradniuk amúgy. Hagyjak már abba, csak ez még megupnak. Kussoljatok már, hogy most már megérdemes. Maradjatok már csendbe. Ezt az urat miért lőtték le? Hát ez csak elkussatott a társai. Köszönöm. Igen, megnyert a látogatók, azt lehet beszélni. Azért mindenki kussoljon. Hogy látogatókat várjuk. Aki valakinek... éhes és szomjas, az jó, az menjen a kollégához, aki ott sétál hátul. A látogatóknak köze van az a folytatás. Ki magának? Minden, ételital. Vegyes sem. Köszönöm. Sorba. Ilyen börtön RP-vel amúgy nem is volt még nagyon részem. Nagyon jó volt. Nagyon király. Átlettek kutatni az urak. Jöttek látogatni. Szodnak mi dolgok? Hát vigyázz ránk. Rafael Diaz.
Igen? Tessék, igen. Jöjjön, kérem. Jó, hát akkor akarok látogatni. Kihez jöttek? Nem. Látogató. Oda kihez jöttek? A Diászhoz. Diászhoz, jó? Jöjjön akkor, menjünk. Többiek, hogy itt maradnak. Valaki pont úgy megszól, akkor lőhetik őket. Menjen. Jó. Kiszik, jó, itt vagyok. Köszönöm. Jöttek, nem kell bárni senkit, mi az játék. Hát készüljön fel, vagy 30 ember beszélve akar önnel. Úristen, én nem akarom, nem, kik látogatnak, nincs nekem egy barátom sem most már. Hát ezek szerint van, hölgye. Sajnos. Van aki látogatja. Nem tudom, ami hölgyek jöttek magához. Ilyen nőcsábarc van. Hát ez nem mondanám. Nem jött össze egy sem. Á, nézzen rám. Na, nincs nekem nőkre időm. Értem, nagy köz, hogy itt előttem lévő kolléginál. Most van ide jelen közöltem. És szeretem. Önök is csak a diászhoz jött. Igen. Kérem az egyik asztalhoz. Igen. Egyik asztalhoz vagyok. Jó, akkor haza. Na mi van? Itt az asztalra foglalnak helyem, kérem. Hagyják abba, nem sietegetni jöttek. Most lehetek ott beszélgetni. Na, láttok, már mehetünk is. Miért jöttetek ide? Miért jöttünk ide? Miért jöttünk ide, még azt kérdezed? Hát igen! Megnézzük a fúrádat, és megnézzük azt, hogy milyen mélyre sülünk. Jönnek megszedtem a maszkot. És te tudod, mit hoztam neked egy kis finomságot, ilyet úgyse ehet. Na végre, nem csak puding lesz a kaja? Nem puding. Most nagyon le vagy fogyva. Nagyon le vagy fogyva. Nézd meg, Rafael Díaz, nézd meg, mit hoztam neked. Hát maszkot le, jó? Mindenkit meg szeretném kérni, a kiklátogatókat. Köszönöm szépen, megehetem biztos urak. Pozdul. Mit hozod? Meg. Hamburger. Minden van finomságokkal. Kalóriadús. Az a baj, az üdítőt otthon hagytam, de szerintem valaki hozott. Hoztak nekem enni, inni. Miért jöttek egymását állni, vagy esetleg beszélgetni is fognak én, még ma? Én egy dologért jöttünk igazából. Igen? Én nagyon szerettem ezt az embert, és nem engedhetem el ezt, hogy ezt ne tegyem meg. Egy utolsó ellen is szeretnék oda passzolni. Itt van a Szaparel. De azt hiszed, hogy én ezek után képes vagyok ölelkezni vele? Mind a kettő ilyen, mert utolsó ellen is szeretnék kérni. De hát ez meg akar ölelni minket. Amennyivel a másik fél nem akarja, annyiban nem fog. Nem tudom, de ez meg akar ölelni minket. A mágus. Belementek az utolsó ölelésbe esetleg. Dehogy. Nem. Ha miért lehet? Tudod, hogy ölelgessél a többieket. Esetleg egy utolsó ölelés. Na gyere. Van, én biztos, engem ne ölelgessed. Nem, csókolózzál vele. Én biztos, hogy nem. Na? Meg tőlem is. Jaj, Bika, te is itt vagy. Szerinted? Milyen Bika? Bika V. Ki az a Bika? Csicsere. Rástúztatja a telefont. Ja, ezért akarta. Valamit átad. Tudod, hogy neveztél engem, Diaz? Csicsolina. Csicsolina! Mi a helyzet? Sok minden. Sajnálom, hogy nem kell történni. Megöleljé. Hát én is sajnálom. Úgy, mi az, hogy miért vagy ilyen elzárkózott? Ja, valamit ad. Ne legy ilyen elzárkózott. Mindjárt kapsz tőlem egy gyönyörűségesen szép ölelést. Nagyon jó. Nagyon tudom, hogy nem szeretnél, meg tudom, hogy utálod a búrádat, de hagy öleljelek meg. Akkor legalább egy pacsit adjál nekem. Jó, a pacsi, az belefér. Pacsi, jól van, ja, akkor nem lesz. Rádiót, telefon. Nem. Jól van, akkor egy pacsi is megtette. Na, viszlát. Aha, hoztak nekünk, ez jó lesz. Jó lesz, kíváncsi vagyok. Csalódottak vagyunk, árulók vagytok mindannyian. Ja. Árulók. Sőt, még gyere egy plusz ide. Ember is bejött az öltönybe dó kalapát az előbb. Gyere ide. Adjál nekem is egy pacsit. Na, szevasz. Ráadom, hogy annyira nem maradsz. Szevasz. Rám. Ja. Nem tettem én neked olyat, hogy haragudni kéne. Dehogy nem, velük vagy. Ez már épp elég. Ja, bocs. bocs, hogy védem a szaros életemet. Meg őket. Viszlát, Diaz. Nagyon jó. Rosszán. Na kezd izgalmas lenni, nem? Mindegyik ötöbbe csalódtam, mindegyik ötöbbe csalódtam. Várjátok, jó lesz! Ilyen a kosztás te. Elkapom a cofurat, végigkutat itt az asztalon. Már rutinosak vagyunk, csak mondom. Már rutinosak vagyunk. Csináljátok. Bejöttünk így ilyen lelkesen.
És így fogadtok minket. Milyen lelkesen? Fél órával ezelőtt még ellenem tanúsztatok. Fél órával ezelőtt még ellenem tanúsztatok. Milyen lelkesen jöttetek ide? Mélyre süllyedtetek. Sokat élvezitek, élvezitek. Lehet, hogy a bíró úgy dönt, hogy ti hazudtatok, és akkor ti kerültök ide a miájunkre. Nagyon nem, nem, mert akkor bejövünk mi is, ne izguljat, akkor bejövünk mi is, azt mi fogok oldalon állni. Használ... a bíró döntését. Használjátok ki az utolsó pillanatot, csókolózzatok még itt egy kicsit. Jaj, de nagy szád lett, Bika! Szülőnapod lesz holnap, tudod mit kapsz? Semmit! Az ujjadat a seggedbe! Na ez így fog tovább menni, mert akkor mindenki megy tovább a dolgára. Az én szülőnapomról meg megfeledkeztél, úgyhogy... Aha, küzd! Jó, rendben akkor, jó, rendben. Nem boldog szülinapot, Róka. Tessék, tugd fő! Rajzold le inkább, úgyis lesz. Úgy énekeltem neki Discordon. Ezt a pár nap. Ez egy rémséges dal volt, le jó, hogy nem. Na és most csak azért jöttetek, hogy itt izé, nézzetek azt, hogy jöjjetek rajt. Mert ti voltatok ellenségesek, te álltatok így jelenleg. Mi egyáltalán nem jöttünk ki jelenségesen. Nem tudom, most is kézzétan ezek felem. Tényleg ide valóak vagytok. Nem a szabad levegőt szívni, hanem itt, ezt a bentit. Szívjátok a büdös putri szagot. Amíg nem halljátok ezt a lövöldözést, így lőnek minket izével. Ja, lövedékkel. Csak gumi lövedékkel, fájj! Ígyben szenvedünk. Nem nézhessük meg azt, hogy diszkíli. Nem. Nem. Most nem tudom. Jó, hoztatok legalább valami kaját, vagy valamit? Nekem adtak már egy hambit, megettem már, neked nem adom. Milyen egy hambit, ötöt kaptál. Hoztam neked inni valót, gyere. Ha. Hozok neked agyaszt. Csak egyben lenyeltem mindezet. Rádiót adtak. Adok neked is egy kis kaját. Nézd valami, mit hoztam. Köszönöm szépen. Ó, köszönöm. Na, viszont ez jó hír. Jó hír, mert a büfében, az egekben vannak az árok. Keddenként van vásárlás. Na most légot eszünk, nézzétek, mert pont itt van egy hagyva, itt most légot eszünk, nézd meg. Ja. Látik rajta. Hát figyelj már oda, ez az asztalon most, ami van ott előtted, Diaz, az egy tojásrántott, a lilahagyma, saláta, uborka, mi van veled? Az öcsége néz. Hát azért, mert ezt adnak. Néz. Hát mi van veled? Fizetjük az adót, az csak ennyit adnak. Rossz a börtönk, hát az mi van ott az asztalon? Figyelj már, de vigyáznak az egészségetekre, nem esztek zsíros kaját legalább. Szóval mikor ez egy nem fogunk elhízni, az kurva isten. Nem lesz ő 100 kilós, majd 50 kilós. Ugye ide, mire kijöttök a tárgyalás, a vegák csak mondom, nekünk elmegy az alvóidőnk, úgyhogy jó lenne, hogyha mennétek. Ja, csuknak be minket a cellába. Majd látogassatok többször. Így van, majd gyertek többet. Ja. De hogy jövök. Szevasztok. Most már is megbántuk, hogy most ide jöttünk. Jó, látom. Én is bánom, hogy láttalak titeket. Na, Isten veletek, mehetünk? Én jövök. Égyeljétek el magatokat. Na, látogatlan, meg kell. Tessék, egyétek! Te normális vagy? Nem, megszerettem az olyat, hogy menjünk. Rájuk borítottam a tálcát. Na mehetünk be a cellába, igaz? Ja, menjünk aludni. Chat, na mit szóltok a mai naphoz? Óriási volt mindenki, nem? Mindenki hozta. Nagyon jó. Rendőr kollega? Másik meg ott lövődözik szerencsétleneket. Nem, hát de nem tudják, hogy csömbbe kell maradni. Ha nem értik meg. Nem tanulják. Köszönöm a támogatásokat, tagságokat. Nem értik meg ezek a szóval, vagy mit értenek? Ezek nem értenek semmit. Hát nem. A vörös hajú meg a izé, a másik, ez a válik. Tiszta ideg. Belőle. Az a vörös hajút, ezt még szétben bázom. Álljatok be egy izé sorba, van rádió meg teló. Ja, van rádió meg teló. Ja, vonalra. Ez holnap folytatás. Hallod? Na. Hát is kapta? Jaja. Nem értette abban, hogy kus legyen? Nem fogják be! Semmi. Ez azért még jó volt, kellett a rádió meg a telefon, igen, nagyon szép volt. Jó. Vége a munkának elmentett, hogy igen. Mit ha dolgoztak volna amúgy? Kell venni. Biztos valami oka van Milán, ezért nem kell ilyenkor még következtetéseket levonni, hanem majd, amikor valahogy alakulnak a dolgok. Ha mindenki itt van. Pont maga beszél. A szemig az, hogy nem fogják be a szájukat. Asszom. Na akkor mindenkitől kérek egy szép sorban, libasorban elindulás a
cellákhoz. Na zsak. Baj, kezdjünk, és akkor jobbról haladva. Másik irány, másik irány. Másik irány, másik irány. Nagyobb izé körben nincs, nem? Szóljon már valaki elő a hölgynek, hogy rossz rányba megyünk. Ez kemény volt. Nem aludtam már, hogy hallom. Én felállottam neki. Nem lehet. Nem lehet. Nem lehet. Nem tudja mi az, hogy cella. Hát szemmel arrébb. Úristen, menjél már innen ezzel a nagy fegyver. Menjél már innen, mert őrülünk. Fogják be a szájba. Egy szót se halljak most már. Csönd legyen. Szóltunk már csomószor szépen, ne kelljen még egyszer elmondani. Szépen. Bocsánat, rendőr bácsi. Maga mit magyarázik itt a fel? Fogja már be. Ez meg mennyit magyarázik. Kíváncsi vagyok én. Ami a helyen mentek a cellákhoz. De holnap akkor valószínűleg a rádiót. Viszont kíváncsi vagyok, hogy a rádiófrekit hogy tudok, vagy kivel kell telefonálni. Izgalmas lesz. Mindenkinek rögtön elérhető, jó? Ő holnaptól már nem, ezen a héten volt ilyen. A tagoknak de mindig rögtön elérhető, aki nem tudom, másnap szokott lenni, de ez most elérhető lesz mindenkinek. Szkint, ez lelövik. Útban vagy, megszólal. Mennyi már. Nem szeretnék látni az ét. Én nekem még nincs cellám, hölgyem. Hát adok önnek egy cellám. Meg itt ez. Menjünk ki, kitességem fordulni. Hallod, Diáz, itt vagy? Itt vagyok, hallasz? Hallod, ami nálad van, az jó rejtsd el. Jó, oké. Okay. Ne csináljunk balhét, nehogy valaki átnézzen minket, jó, tudom. Jó, elrakom ide az ágynemi alá. Jó, én is. Esetleg kérjétek meg az olyat, tehát hogy megy ilyen soha sem már túl, és ezt fogjátom be. Csak szóljatok, eldőzik. Fermi. Felemeli az ágyne. Műt és alá tesszük a telefont és a rádiót. Jó. Le is halkítom. Mi a probléma? Jajaj, még ne vegyem elő, te jó ég! Még ne vegyem elő a telefont. Na jó, chat, szerintem akkor így mára ennyi. Hal darab! Hónap találkozunk, álmodj szépeket. Jó, jó, te is, szia. Csá. Cső. Csát, akkor ennyi. Ennyi, ennyi mára, úgy néz ki. Ó, ez nagyon kerek történet volt ez a mai, nem? Ez király volt nagyon. Holnap live, jó, 18:30. És köszönjük tényleg mindenkinek, ezeknek, akik részt vettek benne. Nagyon király volt. Nagyon jó. Meg 1300 néző is volt, tehát rég volt nagyon ennyi, úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm a moderátorok segítségét. Támogatásokat, tagságokat. Király volt nagyon. Majd repülőbe tesszük. Jó, úgyhogy holnap találkozunk. Köszönöm a feliratkozásokat. Köszönök mindent, és akkor, ja, holnap. Holnap, holnap, holnap. Mint egy sorozat, ja, tényleg olyan, mint egy sorozat. Tényleg nagyon sok, nagyon jó csinálják. Jó, rendben, Varty, megnézem. Köszönöm szépen. Úgyhogy mindenkinek kitartást a jövő héthez, a munkához, a sulihoz. Vigyázzatok magatokra, egymásra. És akkor holnap este találkozunk. Jó pihenést, sziasztok! Köszönöm, hogy itt voltatok. Cső, cső, cső. Jó volt újra ennyien itt lenni. Hello, hello, hello. Holnap akkor live, holnap találkozunk, mindenkinek elérhető lesz a stream. Sziasztok, jó éjszakát, hello!